Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Na, egy nagyon érdekes hírre bukkantunk, és ezzel szeretnénk egy kicsit foglalkozni, mert annak ellenére, hogy ez Olaszországban történik, szerintem mindenki hozzá tud szólni, olyannyira, hogy nyilván mindenki tudja, hogy ő a lakóhelyén mind változtatna, vagy mit tiltana be. Mert hogy Velencében, ugye, hát és itt most nem az Agádi Pop strand mellett található Velencéről van szó, Feri kedvenc helyéről, hanem az olaszországi Velencéről, betiltják a guruló bőröndöket. Nagyon okos. Betiltják a guruló bőröndöket, mert az azokat húzigáló turisták zavarják az ott élők nyugalmát. Ezen én egyébként kiborultam, azt is elmondom rögtön, hogy miért. A büntetés nem kevesebb, mint ezt hallgassátok meg, 500 euró. Az nem gyenge. Az egy lata 150 ezer forint, most, hogy a forint kicsit ugye megint gyengélkedik. Abból elég sok gurulós bőröndöt lehet vásárolni. De nem vásárolhatsz, hiszen az gurul. Érted, nem jó. 150 ezer forint a büntetés, annak, ha valaki mer egyébként gurulós bőröndöt húzni. Felháborító egyébként szerintem. Mi lenne felháborító? Már ne haragudj. Van egy lakókörnyezeted. Elmondom, hogy miért. Jó. Mondta. Jó. Van egy lakókörnyezeted, ahol te élsz. Az egy dolog, hogy te a világ egyik olyan városában vagy, ahová a legtöbb turista elmegy. Ez Velence. Te ott laksz. Na most a legtöbb tér, meg a legtöbb út az Macskaköves Velencében. De miért? Na, ez az. A turista való igaz, hogy neked pénzt hoz, te abból élsz, hogy ő a turista. De képzeld el, hogy napi 5000 bőrön megy el így az ablakod alatt, hogy... Viszont, az 10000 kerék. Igen, János, köszönöm, tényleg, de hogy jön ez ide, hogy az hány kerék? Érted? Egy pillanatot nem tudsz pihenni. Fogja meg a bőröngyét, emelje meg, menjen arrébb. Ha, és mit csinálnának mondjuk nélkül az 5000 turista nélkül de ne, naponta? De jöjjön a turista, csak a turista próbálja meg azt elfogadni, hogy ott lakóhelyek én vannak. Én azt mondom, hogy tök jó lenne, hogyha lennének európai városok, akik most elkezdenek kampányolni, hozzánk jöhetek, minket nem zavarnak a guruló bőröngyeitek. Én is ezt gondolom. Szóval azt gondolom, hogy elegem van a velencéiekből. Az a bajuk, hogy alacsony a vízszint. Az a bajuk, hogy magas a vízszint. Hajóval ne menjél be. Gyalog ne menjél be. A kocsival ne menjél be. Vonattal ne menjél be. Ne csinálj semmit. Örülj, hogy létezel, de azért gyere, kedves turista. És költsd el a pénzed nálunk. Rohadt nagy összeget, persze boldogok vagyunk, hogy ilyen városban lakunk, hogy az egész világ minket akar megnézni, de rohadjál meg, tedd le az autódat, rohadjál meg, tedd le a hajódat, ne is gondoljál arra, hogy te egy nagy hajóval oda bejössz, ne is gondoljál arra, hogy egyébként nem jössz gondolával, ami egyébként 100 000 forint, ha menni akarsz fel egy órát, és még a bőröndödet is egy kicsit edd meg, ha teheted, ne húzd itt végig a kövön, halka menjél, csendben, tegyél le egy nagy készpénzösszeget a városháza kapujánál, hagyd ott, sőt, és menjél haza. Ne is gyere el, hát csak utald át a pénzt, maradj otthon, ahol vagy, mi meg majd küldünk neked egy képeslapot. Szóval tényleg a világ egyik legszebb városa, én értem, hogy őket zavarja, de ők azért élnek ilyen jól, mert egy ilyen városuk van, és azért élnek ilyen jól, és fizetnek sokkal kevesebb adót, és ilyen szép a városuk, mert azt a turisták egyébként a befolyt összegből visszafordítják a városra, azért tudnak ajándékshoppokat üzemeltetni, mert egyébként a turisták ott megveszik, azért van 600 pékség, 800 bolt, mert a turisták ezt eltartják. Na, igen. De most te elvárod, hogy jöjjenek a turisták, örülsz neki, költsék el a pénzt, de már egy bőröndöt se húzhatnak? Ne húzza. Ne szemeteljenek, oké. Okay. Ne hangoskodjanak, oké. Okay. Járjanak gondolával, oké. Okay. Nem olcsó, de járjanak. Menjenek motorcsónakkal, nem olcsó. Kocsival nem menjenek. De már bőröndöt se húzhassak, ha el akarok menni oda hát pénzt költeni. Csak hátizsákos turisták menjenek. Nem csak hátizsákos, fogd meg a emeld meg a bőröndödet. De hogy emeljek meg egy 20 kilós bőröndöt? Hát most nehogy már egy 20 kilós bőröndöt be... recsencsél, hát azt meg lehet emelni, és el lehet vinni. Hát most érted, itt rengeteg... De várj, Velence olyan, hogy megérkezel ugye a hajóval, nem is biztos, hogy taxival, tehát nem motorcsónakkal, ez nagyon drága, hanem megérkezel ezzel a public hajóval, ami itt mondjuk a vízibusz. Aha. Hát valahol letesz téged valamelyik hídnál, nem tudom, és elindulsz, gyalog megkeresni a te kis szállásodat. Igen. Tehát csak a nagyon menők érkeznek meg úgy, hogy motorcsónakkal, egyébként a szállásnál kirak téged, átemeled a stégre, és onnan bemész a szállodába. A legtöbb ember azért úgy megy, hogy ott kajtat a bőröngyével, és megkeresi a kis szobakonyhát, ahol éppen elszállásolja magát. Na, és hát most ott se húzzam a bőröndöm. Hát szavarod a helyieket. Hát akkor legyen tömegközlekedés, fejleszék, legyen metró. De ez olyan, hogy a, mondjuk a te kerítéseden, a, nem tudom milyen a kerítésed, de ha mondjuk ilyen rácskerítés van, minden nap állna egy ember a lakásod, a házad előtt egy vasbottal, amit így nekitámasztana a kerítésnek, és menne leföl a kerítésre. Nézd, ha nagyon sok pénzt fizetne nekem is, én abból jól élnék. Ezt hallgatnád egész nap. De annak mi értelme van, mert a csomagjaim elvitele a szállodába,
Azt szerintem az egy értelmes tevékenység. De amit te mondtál, az kicsit... Én csak a hanghatást mondom, hogy ugyanaz a hanghatás. És mi a helyzet a velencei nyugdíjasokkal, akik bevásárolni mennek? A és húzzák magukkal, akik ők is emeljék föl. Nekik lehet, ők mert is helyiek. Ja, ők helyiek. Meg ő egyszer megy. Hogy lesz majd ez ellenőrizve? Jön a rendőr, és azt látod, hogy 100 ember hirtelen egy megemeli a bőröngyét? Egyszer csak csend lesz. Felbukkan a... Saruk! Elmegy a rendőr, befordul a még ezt hogy ellenőrzi majd a rendőr? Vagy? Megfordul a rendőr, megint csend. Igen. Ki volt az? Állott valahol, mit a Sóhajók hídjánál, a Dózsa palotán, vagy a Szent Mártéren, ahol 600 ezer ember áll, egyszerre repülnek a galambok, és mindenki húzza a bőröngyét. Maga volt? Ki volt? Értetem, hogy ellenőrzi? Én nem voltam. Én emeltem. Én sem. Én voltam. Nem én voltam. Az volt ott. Én velencei vagyok. Tehát értem én egyébként, hogy nekik ennyi bajuk van, de kicsit menjenek a fenébe. Kicsit menjenek ide, a fenébe. És költsék el a pénzüket Budapesten. Aha, én azt mondom, hogy itt lehet. Turistáknak, hogy itt zavarunk lehet. Ez olyan, mint nem zavar. Magyarországon egyébként a Hősök tere környékén lakók, vagy a Hortobágyi 9 lyukú hídnál azt mondanák, hogy mit a Hősök terére, aki ellátogat, ne jöjjön magas sarkú cipőbe, mert a Hősök tere környékén lakókat egyébként zavarja az a topogás, és mindenki vegye le a cipőjét. Aha, nem hát rossz. Itt hagynak egy csomó pénzt a turisták, ha nem szemetelnek, nem randalíroznak. Az, hogy ők most húzzák a bőröndöt, hagy húzzam már el a szállásig a bőröndömet, hogy utána nagy elnézések közepette azért elköltsek egy kis pénzt Velencében. Nem? Ezek az olaszok egyre szemtelenebbek. Ugye? Egyre durvábban tolják. Én egyébként azt csinálom, hogy oda küldenék egy csomó magyar idegenforgalmi szakembert, meg szórólapozót, és ahogy hallják, hogy valaki elkezd panaszkodni erre a szokásra, a rendőrökre, hogy állandóan vegzálják őket, meg megbírságolják, akkor onnan menni, és akkor jó napot kívánok, hagyj ajánlom a figyelmüket Budapestet, Közép-Európa egyik legszebb városáról van szó. Nálunk aztán senkit nem zavar, a húzza nyomorult bőröngyét. Egyébként hol kopog ez a bőrönd? A macska kövön. Igen. A sima kövön nem kopog, nem? Nem annyira. Mit kéne csinálni? Ja, hogy kövezzék le az egészet simára. Miért én oldjam meg, és azzal, hogy megbüntetik? Aha. Kövezzék le simára. De hagyjuk is az olaszokat, mert nem róluk akarunk beszélni, ez úgyse érint senkit annyira mélyen. Inkább vizsgáljuk meg azt, hogy nyilván mindenki a saját lakóhelyén betiltana valamit, ez a hír, ez nekünk csak egy kiinduló hír volt, ugye, egyébként hülye olaszok, hogy úgy kell nekik, hogy tényleg menjünk oda egy bőröndel. Beraklak egy kis bőrönbe. Igen. Húzlak, és amikor jön a rendőr, akkor tereket kint lesz a lábad a bőrönből, mindig arrébb rohansz. Tényleg, és akkor föl tudsz állni. És kettem nem rossz. Nem, hülyére vegzáljuk a rendőröket. Az teljesen jó. Nekem annyit megér, hogy eljussak Velencébe. Jó, ez a díl. Hogy ki mit tiltana be a saját lakóhelyén? Biztos, hogy rengetegen szenvednek valamitől. A városban laknak, kiskösségben, faluban, kisebb városban, bárhol, amit ők szívesen betiltanának, mert ott valami olyan történik, ami nem igazán jó. Hát mindenkinek van ilyen, nem? A saját társasházánál, a saját lakóövezetében, a saját falujában betiltana valamit. Ami olyan, hogy egyszerűen nem hiszed el, hogy ez még mindig megtörténik, zavar, és az az illető nem hagyja abba. Most nem biztos, hogy arra gondolunk, hogy valaki fúr egy panellakásban, hanem ott az adott környéken, lent az utcán. De rendszeres kell, hogy legyen. Rendszeres kell, hogy legyen, igen. Aha. Ja. Én például, amikor társasházban laktam Újpesten, nem volt egy túl szerencsés kivitelezésű társasház, mert úgy csinálták meg, hogy nagyon közel voltak egymáshoz, és ugye minden nagyon vízhangzott. És volt egy gyerek, akinek az volt a rendeltetésszerű szórakozása, hogy akkor én már rádióztam, hogy a rádió DJ-nél, hogy ő megérkezett, 6 éves volt, egy kosárlabdával, de nem volt neki testvére. És a következő történt, megállt az ablakom alatt, azt hittem megölöm egyébként. Tehát már elhatároztam, hogy megmérgezem, nem valamit csinálok vele, kirakok neki, megkínálom csokoládé vagy altatót teszek benne. Az volt a szórakozása, egy 8 éves kisfiú volt, 6 éves, jött, kínáltam az erkélyben, láttam, hogy jön ödönkel, tudod, így hívtam, fogta a kosárlabdát, és elkezdte, hogy lefelé, de nem is a falra, lefelé, egy órán keresztül ezt csinálta, figyelj. Gyakorolt az alapokat. Én minden este úgy aludtam el, hogy a kisfiút is szenvedélyesen kínoztam. Tehát, hogy így láttam magam előtt, hogy mit csinálnék vele. Gyakorolt az alapokat, nem volt neki egy tesója, akivel ő passzolgatna. És barátai se. 3 óra, 5 kor kisfiút leengedték a kertbe, ugye zárt társasház volt. És ezt nyomta megállás nélkül. Szóltál neki vagy a szüleinek? 4 órakor az anyja. Jósika! Nem tudom, hogy hívták. Gyere föl! Még 10 perc pattogtatás, gyerek eltűnt. Semmit nem hallottál róla? Második nap. 3 óra. Figyelj, én azt hittem meg. Az új Dávid Kornél volt Józsika. Én nem tudom, ki volt ez a Józsika. Én nem tudom, hol van most.
Nem tudom, mit csinál, de jöjjön ide egy nagyon nagy pofonért. Én azt hittem, hogy megőrülök. Figyelj, ez többek már... között ezért is költöztem el, én nem konfrontálódom meg gyerek, meg persze. De hogy miért nem szólt neki valaki, hogy menjen ki a fűre, vagy figyelj, menjen arrébb? 8 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogyha az a gyerek mondjuk, hanem 8 éves, akkor most 16, 16. És ide jönne egy ilyen, ízét, ilyen 1,90-es. Nekem szólták, köcsön, Józsika vagyok. Hallottam a rádióba, kérsz egy taslit, és akkor a kezem, hogy közeledik egy hang, így a folyosan. Csak már gyorsabban menni. Még mindig a legjobb barátom Wilson, de most te is megkapod, tudod? Figyelj, én komolyan mondom, de amikor meg akarod ölni magad, tehát már nem arról szól a dolog, hogy hogy némisd el a gyereket, hogy hogy szúrt ki a labdáját, hanem ott vagy, hogy rituálisan megölöd magad, nem bírod. És minden nap 3 óra 5-kor. Az elkezdtem nyomozni, hogy ki az anyja, tudok-e vele beszélni, és sose derült ki. Egy ilyen magányos kisfiú, hát ez ilyen mindenkinek van, aha, nem? Lehet, hogy nincsenek is szülei, egyedül élt ott érve. Kiszúrt a gyolod. Ezt nyomta, igen. Nektek van valami ott a lakókörnyezetben? Nekünk idegesítő kisfiú, van. Sikoltozó kislány, görkorcsolyázó. Nem, nekünk 2 darab idült alkoholista van, akik a kisboltba vár, és minden nap, minden este úgy vannak, hogy bemennek a kisboltba a csavaros kifliért, fejenként 2-2, és az a baj, hogy náluk a beszédközpont már nagyon sérült. Tehát így, így beszélnek, nem érted, hogy mit mondanak, és üvöltenek egymással, tehát lehet, hogy kicsit ízesüketek is. Ott előttünk lecsavarják a kiflének a végét, azt egy szuszra megnyomják mind a ketten. Addig rendeződnek vannak? Ott rendeződnek a mondatok? Nem rendeződnek a mondatok, és oda se felé se rendeződnek, tehát a feles felé se rendeződnek, de a felesből vissza se rendeződnek, és mindig az utcafronton megállnak a mi lakásunk előtt vagy alatt, meg hát a többi lakás is, ugye oda néznek, és egy fél órás beszélgetés van így. El. És meg tudnád ölni, mert nem, ráadásul nem is érted, hogy mit mondtad, ha még kíváncsi lennék rá, akkor se, és úgy, hogy zárt ablaknál a negyedikre fölhaladszik, tehát halkan beszélnek. Igen, nem tudom, melyik a jobban. Az legalább monoton. Legalább, hogy el tudnál aludni, tehát én már vizionáltam, hogy látom a labdát, hogy pattog, tudod, visszaszámolok. Itt meg Sanyi! És minden mondat így kezdődik. Sanyi! Igen. Kérdés az is egyébként hallgatóinkhoz, hogy oké, okay, hogy van valami, ami irritál, de hogy mennyire tudnád büntetni, mit csinálnál velük, jó. Mi lenne a büntetés, jó? Tehát pénzbüntetés, kínzás, labda elkobzás, éjjel-nappali bezárás, tehát mivel tudnánk őket büntetni, ha már a velencejek mondjuk 500 euróra büntetik a gurulós bőröndöt, akkor mivel büntetnénk az illetőt? Te mi a Józsikát mivel büntetted volna? Elvetted volna tőle a kosárlabdáját, és valami mást adtál volna neki? Mondjuk pingponglabdát. Én látom, hogy oda megyek, és ilyen kélyes vigyorral az arcomon kiszúrom a labdáját. De nem voltam soha elég bátor, meg nem is szeretem gyerekekkel ezt csinálni, tehát nem vagyok ilyen, de tudod hányszor elképzelhetem? Te szóltál neki? Tehát leültetél neki az udvarra, hogy sakkozzál inkább! Nem, a gyerekeknek könnyebben megbocsát mindent az ember. Magamban képzeltem el, hogy mit csinálnék, mondjuk csak a labdával. Hogy mennék át rajta az autóval, hogy farolnék, tehát mindent elképzeltem. Na, várjuk az SMS-eket, jó? Tehát kit mi idegesít a lakóhelyén, és mivel büntetném. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 2 perc múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és arról beszélgettünk ugye, hogy Velencében betiltják a guruló bőröndöket, mert az azokat húzigáló turisták, hát egész egyszerűen zavarják az ott élők nyugalmát. Felháborító egyébként szerintem, hogy te turistaként odamizodhatsz egy csomó pénzt, és még megrendszabályoznak, tehát rohadt vidók. Veszel magadnak egy házat, tényleg. Rohadt sok pénzért, Velencében egy lakást, és nem tudsz aludni, mert húzogatják jó, a bőröndöket. Jó, de könnyen beszélsz, mert ezt az alfásra, neked tisztelegnek, beengednek, érted, felvesznek a vállukra, és bevisznek. Csához, azt mindenki azt hiszi, hogy olasz vagy. Csáho ragazzi. Csáho ragazzi, megérkezel az alfáddal, és a vállukra vesznek, bevisznek. De egyszerűen hihetetlen, egy csomó pénzt ott hagy az ember, tűrjék. Tehát a világ egyik legszebb városában laknak, milliókat hagyunk ott, bírják elviselni. Ennyi. Ráadásul nem is ér le a kézi podgyászodnak az alja. Az meg a másik. És arról kérdeztük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők a saját környékükön mit tiltanának be, mit büntetnének, mi az, amit egész egyszerűen szankcionálnának, mert hát elviselhetetlen. Nagyon jó SMS-ek jöttek egyébként. Forr az indulat a magyarban. Azért ez látszik, hogy mindenki megölné, megkínozná, megbüntetné a szomszédját, a másik gyerekét, és hát egyszerűen tényleg, tehát ha itt nem lenne egy hétig bíróság, rendőrség és börtöntől való fenyegetettség, gyerekek elszabadulna a pokol. Tehát mindenki elsőként a szomszédját ölné meg szerintem. Ez egészen biztos.
Abszolút egyetértek veled, Balázs, hogy én is ölni tudtam volna. A szomszéd kisfiú biciklije fel van szerelve egy szirénázó játékkal, ami olyan, mint egy kínai remekmű. Van nekünk! Te az nem mi vagyunk? Olvasd tovább? Az utca teljes szakaszán hallható. A vizsgaidőszak közepén kicsi agresszív állapotban, de mégis tűrtőztetve magam, éjszaka kiszereltem az elemet a szirénából. Így van, ez a megoldás. After küldte nekünk. Szomszéd kisfiú hétvégén reggelente egy egész F1-es futamot lenyom bicajon körbe-körbe a kertben, persze hangokkal, és rohadtul kihúzatja. Ha megunja, akkor jön a kettes metró. Az ereimet vagdosom. Engem az idegesít a lakóvezetemben, hogy nem engedik, hogy kosárlabdázzak, pedig már 8 éve próbálkozom. Üdvödönke! Nyolc, te hát barátod, ő a, igen. Ő az, igen. Én kiborolok attól, hogy nyári kánikulában a fű elégetésével nem lehet megvárni, amíg enyhül a meleg. A nyugdíjasok akár napközben is égethetnének, de ha már nem várhat, akkor miért hajnalban és este égetnek, hogy nehogy véletlenül egy kis friss levegőhöz jussunk? Ablakuk alá gyújtanék be, írja egy hallgató. Hát igen, igen. Sokba kerül a zsák, mert egyébként meg el is viszik ráadásul zöld hulladékgyanánt. De ők tényleg, ők ilyenek. Igen. Nagyon zavarja őket. Nyári estéken végighallgatjuk a Bikini és a Republic teljes diszkográfiáját, amit apuka hallgat a garázsból kiállva, amíg a srácok rúgják a bőrt az ablakunk alatt. Nagyon jó, két minőségi zene, érted. És ismeritek ezt a típust, aki egyébként a legromantikusabb, leghalkabb, legcsendesebb, legvisszahúzódóbb számot is üvöltve. Adj helyet magad mellett az ablakhoz, én is odaférek, mesztelen vállathoz érjen a vállat, és kuszoljában rohadjál meg! Tényleg. Tényleg. És egy szép lírai számot is úgy hallgat, hogy recseg a magnó. Igen. Recseg a magnó. Amit egyébként mindenki általában úgy hallgat, hogy összesimul a párjával. Szépen így beleringanak, érted? A romantikába. Igen, abszolút, abszolút megvan. Recsegő. Helyett meg! Rohadtál meg, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Attila, hello Attila, na mesélj te, mit tiltanál be, vagy veled mi történik? Hát nekünk van egy édes drága aranyos szomszédunk, aki hát, hogyha kicsivel több alkoholt fogyaszt a kelleténél, akkor neki áll verset mondani. Nagyon jó. Igen. És hát a teljes repertoár az Arany János, Petőfi Sándor, jó. József Attilán keresztül. Nagyon jó, hát akkor széles. És hasonlók. A sztárin úgy látom, az a Velszibárdok, tehát Velszibárdok, tényleg? Angol király léptet fakú lován, hajnali kettőkor, utca közepén, bravúros dolog. És de részeg, vagy kicsit idézésen bolond, tehát hogy nem teljesen normális, vagy egyszerűen csak valahogy a világ tudomására hozza, hogy rettenetesen olvasott, és nagyon sok mindent tud? Hát igazság szerint van neki egy magával hozott gyári problémája, úgy látjuk itt az utcába, és ha erre kicsikét rátankol, akkor aztán kiszakad a magyar irodalomnak a szatyra. És hát igazság szerint mi nem lakunk olyan közel hozzá, mi feljebb lakunk egy picikét, viszont a környékbeli szomszédok szokták ezt elszenvedni. Hozzánk csak ilyen hajnali kettőkor havat lapátolni érkezett meg, dörömbölt az ajtón, és közölte, hogy akkor ő most havat fog lapátolni. Nagyon jó. Az, tehát ez mindig szórakoztató. És mi a Velszibárdokon kívül mondtad, hogy mond még Petőfit is, József Attilát, hogy a Velszibárdokos lágert, és végig mondja, tehát tudja kívülről? Hát valahol elveszíti a fonalat azért ott a közepe táján. Tehát amikor a Velszibárdok közlik Edvard királya, hogy mégse, akkor úgy gondolja, hogy elég lesz, és akkor átszél. Tehát inkább egy ilyen egyveleget ad elő. Átfordul igen, az anyám tyúkjába? Vagy hogy van? A igen, körülbelül igen. Az nagyon jó. És egyébként előadja, vagy csak elmondja? Igen, vagy tényleg rendesen szaval? Hát szaval, így van. Aha, tehát képzeljétek el, tehát ki áll az utca közepére, és neki jár szavalni. Így van. Mondjuk egyszer-kétszer azért meghallgatnám, de mondjuk én egyszerre már biztos unalmas lett. Meg akarod dőlni magad. Fegyver csörök, halló, hörök, a nap vértóba száll. És ez hajnal kettőkor igen. Az utca közepén. Igen. Attila, kitartás. Köszönöm, hogy elmondtad. Hello. Fiúk, a mi utcánkban a kisfiú gumi nélkül tekeri a biciklit, csak simán felni, nem komplet. De kemény. Jó, de jó, igazi keménység. De édes. Ő mennyire kemény lehet egyébként? Ott azért lehet, hogy egy masszív hátrányos helyzet is van. Nincs pénz gumira. Hát akkor vegyünk neki, dobjuk össze. Igen.
Azt mondja, hogy az előző albim, ahol laktam nyaranta, minden reggel 5 órától 10-ig a közmunkások a sódert kapálták. Kellemes volt. Egy idő után kiesett véletlen egy balkolláda, írja valaki. Illetve két dolgot írnak még nagyon sokan. Az egyik az üres utcába hajnalban megérkező tolató kukásautó, aminek sipol a hátulja, hogy aki azt tényleg kitalálta, hogy hajnali 4 órakor miért kell minden utcába sipolva betolatni? Azért, tehát, hogy hallják, hogy jön, érted? És aki felelőtlenül 4-kor kiszalad elé valaki... Ugye, én mindent értek. Mondjuk el kell szegények valószínűleg nem tudnak az utca végén csinálni egy kanyart, tehát, hogy... Nálunk is hasonlóan működik, a hajat kihullik. De tényleg, tehát amikor megérkezik hétvégén és sipolva, ha a hajnali 3-4-kor betolat, figyelj, megőrülsz. De tényleg. A másik pedig, amit sokan írnak, csak nem olvasom fel egyenként, mert mindenki ugyanazt írja, a teljesen értelmetlenül harangozó 5 órakor, 5 percen keresztül, másodpercenként folyamatosan harangozó harangtorony, amit már a templomban, ugye már senki nem használ ébresztésre, mindenkinek van órája, ébresztője, mindenki ugye órára kell, tehát a reggeli 5 órakor, 1 percen keresztül. Ott az nem lehet, hogy gyakran van mise? Vagy hát ott a 6-os misére a behívó harang az 5-öset, gyerekek. De tényleg, én értem, meg tényleg fontos. 6-os mise nem érted, sokára. Már most már igyekezdünk. Ráadásul azt meg automata indítja már a legtöbb helyen. Tehát, hogy ott már be van programozva, 5-kor, 10-kor, este 8-kor, éjfélkor harangozzá. Mondjuk hozzáteszem azért a gyerekkorunkban, mi is néha egy kicsit azért... Korábban jeleztük, hogy kezdődik a mise, aztán lezárták sajnos a harangtól. Lógtatok a harangtól? Hát egyszer-kétszer azért előfordult, hogy beharangoztunk. Igen, még be tudtatok menni? Persze, igen, de aztán átállították ugye egyrészt erre a gépiesített változatra, másrészt pedig elkezdték zárni. Tehát, hogy így körülötte lett egy ilyen kis háló, és akkor már nem lehetett sajnos bemenni, és nem lehetett mondjuk így déli. Nem volt pénzük hintára, érted? Valami meglógni pontban kellett. Délben majdnem 2:30-kor is harangozt. Még ha jó arcok voltatok, megtanultátok, hogy kell félreverni a harangot, amikor ugye tűz van félreverni, és csak azt nyomtátok végig, és 3 percenként kivonult a tűzoltóság. Mi ennél sokkal komolyabban gondolkodunk, sajnos azt, hát sajnos nézőpont kérdése, nem sikerült összehoznunk, nekünk ugyanis van a Tatabánya térszélén egy légoltalmi szirénánk is. Nyomattátok? Hát és próbáltuk indítani, de nem sikerült. Akkor ti is hasonlóak voltatok a kosárlabdázó kisfiú. Tehát ugyanúgy idegen, a szomszédok nyilván utáltak benneteket. Hát. Igen, de nem csak ezért, tehát ezer okot tudunk még mondani. De hát ugye volt ugye a családban azért olyan családban, aki nagyon szerette picit vehemensebben hallgatni a romantikus számokat is. Igen, csak mondjuk ugye lakodalmas rokban utazott, de kb. Ugyanez lehetett, hogy közeli helyeken, dombokon, hegyeken! És mindezt recsegve. A lehető legrosszabb minőség. Igen. Van Angliában egy kisvárossal a kutyaugatást büntetik. Egyértelmű pénzbírság a gazdának. Hát ez milyen humánus megoldás. Egyébként hát tényleg. Szóval az erre is ki lehetne valamit találni, amikor kertvárosban laksz, és valaki egy ilyen kis mini ilyen kis tolseprű kutyával végigvonul az utcán, a kutya nagyon kelleti magát, tudod, mert érzi, hogy nincs veszélyben, felveri az egész utcát, 1/4 órán keresztül ugat az összes kutya, nem? Tehát erre is kitalálhatnak valamit. Megtanítható a kutyának, hogy ne ugasson? Hát nem. Aki szerintem együtt él, az megszokja. Aha. Tehát, hogy ahhoz hozzászoksz, meg megnyugtat, meg nem törnek be, de amikor végig megy egy kutya az utcán, és 30 kutya 3-4 órán keresztül szombaton reggel 6 órakor nem tud aludni, mert meg egy tüzelő szuka végig ment, nekem a hajam kihullik egyébként szintén. Hát, és amikor felelgetek egymásnak ilyen cirka 3-4-5 kilométeres távolságokról, és akkor végig megy, van ez a láncreakció, egyik kutya átadja a másiknak, és amikor, és amikor 5 kilométerre legtávolabbi kutya meghallja, és a az 5 kilométer innen, ez meg elkezdik, mert meghallja az 5 kilométerre távolra. Igen, és van mindig egy 10 másodperces csend, amikor már azt hiszed, hogy vége. Igen. Visszaalszol, és van kicsit. Ugye? És ott fekszel hajnalban szombaton, tudod, hogy aludhatnál, de a vége, utolsó, ugatott, és valami kicsit tudod benyomni. és újra, és az a rohagy meg. Úgy, akkor meg, hogy belegondolszak a rejébe, egyre jó arcok már, nem így felelgetek egymásnak, és akkor tényleg elcsendesedett, és valahol az egyik pedig azt gondolja, hogy neki még hozzá kell szólni egy kicsit. Egy kicsi még igen. De akkor is én fejezem be. És indul minden előről, igen. Na jól van, hát hallgatóink ezeket tiltanák be, köszönjük szépen, van probléma bőven, nem csak a velenceieknek egyébként, ahogy látom. Morning Show. Egy nagyon helyes hírt találtunk, és azt gondoljuk, hogy
a hír kapcsán hasonlót már mindenki átélt, nem is teljesen igazából nyilván azt, ami a hírben van, de nyilván mindenki szokott otthon, vagy hát legalábbis egy időben régen, amikor még nem volt internet, és nem volt ennyi tábla, PC, és nem mindenki okos telefonnal járkált a kezébe családon belül is, akkor divat volt az, meg biztos még néhány háztartásban most is természetesen, hogy családok leülnek társas játékozni, kártyázni, kockapókerezni, monopolizni, activitizni, gazdák, hogy okosant játszani, vagy élve fogd el játszani. Ugye, élve fogd el, de szerettem. Nagy klasszikus, igen. Aztán pedig összeverekednek 10 perc múlva. Na, hát ez történt egy amerikai lányjal is, mert hogy laposra verte a pasiát, mert a párja csalt monopoliban. És letartóztatták a leányzót, mert hogy annyira feldühödött, hogy rátámadt az élettársára, és... hát súlyos testi sértést okozott az ő párjának, mert hogy a férje, vagy pontosabban a fiú, elcsent a kasszából 50 játékpénzes dollár. A szemét. Hát de tényleg. A szomszédok hívták ki egyébként a rendőrséget, akik elszállították a helyszínről az őrjöngő nőt, és bírósági tárgyalása egyébként a jövő hónapban kezdődik. De meg is verte rendesen, vagy csak őrjöngött? Ugye úgy szólt a hír, hogy rendesen megadja a gúnyára. Hát elverte a fiút, mert hogy nem tudta feldolgozni, hogy Monopoly-ban ő vesztett. És állítólagosan azt üvöltözte, amikor jöttek érte a rendőrök, hogy jogos a verés, mert hogy a barátja csalt, elvett 50 dollárt. Hát egyébként igaza van. Hát ez milyen aljas dolog? A szép dolog a szerelem, de azért tudja már, hol a határ a csábon, nem? Milyen aljas dolog Monopoly-ban csalni? 50 dodót kiszedni a kasszából. Hát, figyelj, ez egyéb dolgokra is képes az ilyen ember. Most vagy komolyan játszunk, igen, vagy nem játszunk komolyan, vagy nem játszunk sehogy. Ez nem? Egy megelőző verés volt. Tehát nehogy még többet lopjon. Igen, egyébként írja egy ottani napilap, vagy hetilap, hogy nem ez volt az első erőszakos eset, ami a Monopolyhoz kapcsolódik, mert korábban egy 20 éves fiú bántalmazta az ő barátnőjét, mert nem tudta feldolgozni, hogy ő van nyerő helyzetben. És hát nyilván mindenki ismeri azt a szituációt, és erről akarunk kicsit beszélni, és várunk SMS-eket is, amikor a család leül ugye játszani, és mindig van a családban egy ember, akiről a család tudja, hogy vagy hagyni kell nyerni a Vukit, ahogy volt a Csillagok háborújában, vagy ő nem veszített, vagy ha ő vesztésre áll, meghal a játék. Ugye? Mindenhol van egy ember, aki nem tudja elfogadni. Onnantól kezdve nem érdekli. Nem érdekli. Gyakorlatilag botán meg 2 percben feláll, azt mondja, jó van, akkor játszatok nélkül. De előbb még megvádol mindenkit, hogy csal. Természetesen. Ugye? Tehát azon, hogy vagy megpróbál puhítani, hogy ő hagy csaljon, hogy az beleférjen. Ti játszatok a szabályok szerint, de ő egy picit hagy értelmezze kicsit rugalmasabban ezeket a szabályokat. Ki mit játszik? Kezdjük innen. Ki mit csinál? Nálunk van egy olyan játék, ami a Toy Story-ra épül. Gyakorlatilag ugye a társasjátékok nagy részének egy azon a struktúrája, elindulsz egy pályán, ha rálépsz egy olyan kockára, vagy négyzetre, ami mit én át van húzom, akkor vissza kell lépni, gyűjtheted a kis szereplőket, és az a lényeg, hogy minél több szereplőt összegyűjtve juss be a célba. Dobókockával kell játszani. Nálunk 2 játékos típus figyelhető meg. Az egyik, aki képtelen veszteni, a másik pedig mindent elkövet azért, hogy ez a másik, aki képtelen veszteni, az veszítsen. Az egyiket, és ezzel hívják, az egyiket Somának hívják, ő a kis, most ne háborodjatok föl, ő a mocsok. Ő a kis, aki kikészíti pannát, mert a panna meg nem bír veszíteni. A Soma már ott tart 4 évesen, hogy úgy tudja dobni a dobókockát, hogy az dob, amit akar. Nem cinkelt a dobókockánk, fogja a csávó, és nem veszed észre. Én már így nézem a Soma kezét, mondom, Somi, figyelj, Szivi, úgy dobjuk a dobókockát, hogy szépen gurul. És de nem lett a cinkelt kockára cserélte? 4 évesen kicsit súlyozta, olmozta a kockát, és tudja, hogy mindig 3-as lesz belőle. Figyelj, megőrülsz, úgy tud dobni, és egy csávó, mondom neki, Somi, ha most 5-öt dobsz, akkor megelőzöd a pannát, akkor panna már vérszemet kap. Apa, ne segíts neki! Ekkor jön ez a mondat, mondom, kicsim, én csak elmondom a reális dolgokat. Igen, hogy mi várható. Neked is elmondanám, igen, de hát... Nem, neki is elmondom, én korrekt vagyok. Azt mondja, ha 5-ös dobsz, jó apa, akkor dobok egy 5-öst. Elkezdi forgatni a dobókockát a kezében, nem tudom, hogy csinálja, és ismeri? Persze. Nem, a Benny is, hogy ő úgy rájött, hogyha 3-as dob, és megcsúsztatja a táblán, és nem forog a kocka, akkor az 3-as lesz. Na hát innentől kezdve szétterrorizálja az anyját, mert hogy nekünk ilyen bogyó és babócás kinevet a végén játékunk van, ugye rettentően primitív, de nagyon jó. Szóval amilyen egy kinevet a végén, ami egyébként 50 éves emberek is ugye felháborodnak. És rájött arra, hogy ha úgy 5-ös dobsz, vagy csigajelet, vagy mit tudom én is előre ugorhatsz, akkor hogy kell azt úgy elengedni, hogy a kocka véletlenül se pörögjön egyet se. És hát büszkén előzi meg a családját. Na nyilván ezen én azért picit berágok. De hiába mondod neki, hogy nem forgott a kocka. Nem. Ja, nem, de meggyőzhetetlen. Úgy kell dobni. Ennél már csak az a szebb egyébként, amikor
amikor 40-50-60 éves emberek borulnak ki, nem? Mert hogy egy gyerek ezt csinálja, nála még azért ezt megbocsátatod, mert azt gondolod, hogy hát persze gyerek nyerni akar. De amikor felnőtt férfiak... Közvetlenül az aranylakodalma után verekednek össze. Igen, egy unóparti után. Felnőtt nők. Vagy közben. Összeveszve, ordibálva, izzadva nem bírják elviselni, hogy kikaptak mondjuk kanasztában, vagy römiben, vagy kockapókerban. Szóval az az igazán dermesztő. Nagy nem? Játékos te vagy hármunk közül, aki vagy most már nem, de már nagyon, régen nem játszom. Te hogy viselted, amikor elpoksiztak? Én pókerasztalnál? De csendben. Ott nem tudsz olyan balézni, mert még hatan ülnek körülötted, és nagyon kellemetlen. Meg ráadásul még többen jegyzik meg. Nézd már, akkor. Tehát ott nagyon kellemetlen, felállsz, igen, ha vissza tudod magad vásárolni a partiba, akkor szólsz, hogy visszavásárolod magad, ha nem, akkor megköszönöd a játékot is. És eloldalogsz. Szépen eloldalogsz. Még mindig pénzemnél vagyok. Igen, na, jó van, egyszer neked is lehet szerencsét, tudod, bedobsz valamilyet, és szépen felállsz. Ott nem nagyon tudsz, tehát az elég kellemetlen egy pókerteremben, ha valaki nagyon elkezd öröngeni. Láttam már ilyet, hogy feláll, csapkod, meg akarja verni a krupiét. Na mennem kell, bukóban ne szálljál már ki. Nem kellett volna. Tehát van az a típus, aki... Én dermesztő dolgokat láttam kaszinókban, meg pókertermekben, amikor még ugye lehetett így játszani. Tehát tényleg 50-60 éves férfiak veréssel fenyegetik a krupiét, és összevesznek, és üvöltöznek, és csapkodnak. Az tényleg dermesztő. De amikor otthon ezt valaki mondjuk a feleségének csinálja, az még ijesztőbb. Mert hogy nincs tétje a játéknak, igen. Ugye? Hogy ma te nyersz, holnap én nyerek, a Istenem, hát most... Inkább a pasik ilyenek, az öreg apák, nagypapák, szerintem ők azok, akik kevésbé tudnak veszteni. Én nőktől kevésbé látom ezt a nagyon durva öröngést. Nem? Én már beletörődtem, én mindig a buktás oldalon vagyok. Én az összes családi játékot én bukom, az ilyen izéket. Engem már nem érdekel. Vigyétek. Milyen játékban lehet csalni? Vagy ki hogy tud csalni? Nézzük át a játékokat. Mi van? Van a Kapitali, ugye ott telkeket vásárolsz. A Váci út, a Vörös Marti út, az nagyon durva. Ott ugye jót veszel. Épületet tudsz venni, ha jól emlékszem, azt mi még nem játsszuk a családban. Nem játszotok? Most még nem. Kapitali? Hát Monopoly, Kapitali, az ugye hasonló. Régen volt a Gazdálkodj okosan. A Gazdálkodj okosan zseniális volt. Tehát, hogy az egyszerűen fantasztikus. Hát hogy gyakorlatilag mindent tudtál ugye vásárolni. Abban nem nagyon lehetett csalni. Hát a kártya húzásnál tudtál. Hogy ne lehetett volna. A bankos volt a bankos, rommá csaltad magad, nálad volt a pénz, rommá csaltad magad. Igen. Hát hogy ne lehetett volna csalni? Hát ott akinél a pénz volt, az csalt ugye mindig. Tehát magadnak tudtál egy csomó mindent osztani. Pókerban is, kanasztában is, rengeteg mindenhol lehet csalni. Igazából az ilyen egyszerű játékoknál egyet túltolod, tudod, másik mezőt, ja, mikor többen igen. Nem figyelnek. Ilyen primitív úristen. Hát az, de Istenem, ez a fegyver, igen. Mit csinálja? Menj. Nálunk a Viki ilyen kicsit. Menj vissza a kezdőpontra, és egyel többet ugrasz véletlenül. Igen, akkor a Viki ilyen. Tehát négyet dob, simán lép úgy hatott, hogy kicsit helyben topog, tudod, és úgy lép. És mondom, nagy ugrások. Számoljuk már ezt újra, hogy ez hogy jutottál 12 mezőt, mikor összesen... Bocs. Hát nem, hát ő azt hittem, mondom, jó, akkor lépjél vissza, tudod, és másodikra azt hiszed, hogy nem figyel, vagy már azt gondolja, hogy nem figyelek, és akkor mit a dob egy hármast, és megint belép egy hatost. És mondom, Viki, értem, hogy ez... harc, meg értem, hogy a gyerek egy pillanatra nem figyelt, én figyelek. Tehát, hogy ha hármat dobunk, akkor lehetőleg ne dobjunk már. Ne dobjunk már hatot. Példakép a gyereknek, tudod, végig csalod az egész játék. Igen. Szóval tényleg rengeteg olyan játék van, ahol lehet nyerni. Az mi az Zingó Bingó Anga? Anga, gyere már ide egy picit. Zingó Bingó? Az micsoda? Zingó. Zingó, hát nem is ismered. Zingó Bingó? Azt én nem tudom, hogy mi az. Jó? Óriási viták vannak belőle. De mit csinálsz? Van egy gép, amiben beleteszel műanyag lapocskákat. Igen? Van tábla, mindenki előtt egy-egy tábla. 12 darab, ilyen kis ábra van rajta. Napocska, láb, mit tudom én, akármicsoda. Kis felhő. Az angol van meg? Hát ez lapok, tehát nem tudom. Aha, mert van belőle angol verzió is, hogy oda is van írva angolul a szó, meg van belőle számos. Itt csak kép van rajta, nincs odaírva semmi. És mit csinálsz? A táblán lehet, hogy neked is van mondjuk egy bűzlábad, ilyen gőzölög a láb, egy büdös láb, de lehet, az hogy nekem van. Is. Az na most kérlek szépen, jön ki a műanyaglap a gép egyszerre, két lapot dob ki, és aki a gyorsabb, azt mondja, zingo bingo, és el kell venni a lapot. Aha. Hát ne tudd meg. Hogyha van a tábládon lap. Így, hogyha van a tábládon, az a jel. Ez a lényege a dolognak. Tehát 12 ábrád van neked is, neked is. Tűnik. Nem? Lehet, hogy én mondom el rosszul, tehát 12 ábra van a lapon, de lehet, hogy ugyanaz van neked is rajta, meg nekem is, mert neked is van napocska, nekem is van napocska, neked is van bűzláb, nekem is. És aki a gyorsabb, az veszi el a kijövő kis műanyag kártyát. Na, hát és ültök hárman, és megy a gyilok. Nem lehet elég gyors. Úgy tépi ki Akarina a kezemből, hogy de mondom, Karci, én vettem, mert nem, amikor ennyi imadja. Hájas a roba, gyere, paf, mondom, egy pofot. Köcsön, gyere, Karina. Hát azért álljon már meg.
játék! Hú, nagyon nagy viták vannak. Nagyon. Azt nem ismerem, de jó lehet. Nagyon jó játék, vegyétek meg. Ez egy örök veszekedés. Unozni szokott valaki? Én. Unozni, ugye amikor a végén ki kell mondani, hogy nem mondod ki, vegyél fölötöt, fordul a kör. Zseniális. Zseniális játék egyébként. Ugye nem mondtad, hogy unó, vegyél fölötöt, vegyél fármat, nincs kettő lap, nincs négy, színed nincs, ez nincs, és rommá szivatsz mindenkit. Nagyon jó. Másik a farmos. Föl kell építened egy gazdaságot. Van a nagykutya, meg a kiskutya. A nagykutya az megvédi a farkastól a gazdaságodat. És miért nem tápjószelén? Igen, farmoson játszok ez. És a kiskutya megvédi a rókától. Igen, ám, de nincs annyi kiskutya meg nagykutya a játékhoz, ahányan játszuk? Micsoda viták, micsoda csalások, hogy jutsz a kutyához. Hát nálatok. Hát csere alap. Hát nálunk, persze, hát csodálatos. Gyerekek, én mindig azt csinálom, és ez tök jó csend. Megnézem, hogy csal-e valaki. Igen. Ha csal valaki, lebuktatom, ha nem, akkor azt mondom, itt az idő. És elkezdek csalni. Tehát, hogy csak így lehet játszani, hogy megnézed a csalókat, és mindenki nagyon becsületesen kinevet a végén, Dov, jaj, de édes, bárhova beülök, baráti társak, bármi. 3 perc alatt levágom, hogy csal-e valaki, senki, és rohadt ocsmány szemét módon elkezdek aljaskodni. Mert így kezded el élvezni, nem? Tehát így a jó. Karinánál csak elnézel mondjuk a kinevet a végénél, és mondjuk körülbelül 48 mezőt haladt a bábú. Csak így hátra nézek, mondom, Karci, nem itt álltál. Én? Hát én ott álltam. Nem ott álltam, de ott álltam. Na jó, mondom, akkor ott álltál. Ja, tiszta apád vagy. Activity-nél csak én osztom a kártyát egyébként, hogy húz mutogat. Előre 3-at már betanulok meg. Húzzál, persze, húz egyet, tudod, elkezd mutogatni. Rabolható a pont, azonnal viszed az összes kártyát, azonnal. Előre megnézed, lesugod a partnerednek. A legjobb. Tehát a társasjátékokban nem is a társasjáték jó, hogy tudsz csalni. Ez nem kéne egy olyan társaságot csinálni, amelyek mondjuk az lenne, hogy csalja, hogy tudsz. Hát mi így játszunk. Mi a barátainkkal így játszunk az Activity-t. Ott egy pillanatra elfordul. És a saját társad is hátba döf. Persze, simán. Hát a farmosnál én úgy játszom, hogy be kell adni X számú állatot, hogy ezt a védő kutyát te tud venni. Hát az figyelj, nem azt mondják, hogy adjál mit 8 birkát, hát kinézve, gyorsan berakom a dobozba. 8 birka? Hát mennyi lett volna? Persze, hogy 8 birka volt. Mi játszottunk úgy Activity-be, hogy azt hittem, hogy én csalok és összejátszom a partneremmel, de közben a partnerem úgy csalt, hogy a másik társaságnak segített. Az milyen? Az amikor már a saját társad Activity-ben úgy árul el, hogy azt hiszed, hogy te vele összejátszol, nála is van egy paklikártya, és a másik csapatnak súgja le egyébként, mert egy kicsit le vannak maradva. Rohadt nagy árulás volt. Na jó. Drága Bonnie Show hallgatók, írjátok meg, hogy ki a családban a fekete bárány. Ki csal leginkább, mit csinál, ordibál, apa, anya, kik vesznek össze, kik állnak a sarokban, hány napig nem szól egymáshoz a családfő, vagy hány napig nem szólnak egymáshoz a családtagok egy-egy activity party után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy Amerikában egy lány megverte a pasiát, méghozzá laposra verte, mert hogy csalt a Monopolyban. Abszolút igaza van, hogy fajulhat idáig a társasjáték. Hallgatóinkat kérdeztük, hogy ki hogy társasozik, ki mit csinál, és ki milyen eszközt vett be, hogy nyerjen. Ki a legnagyobb csaló a családban? Hát rengeteg SMS jött. De azt senki nem írja, fogadjunk, hogy én vagyok. Mindenki az anyám. Persze, megy a mószerolás. Hogy játszik? Igen. A fater. Igen. Ilyen SMS-ek jönnek. Anyám egyszer leküldött egy orbitális pofont a nővéremnek, mert felröhögött, kinevet a végén. Közben majd felállt és ott hagyta a játékot. Gábor. Jó, oké, őszintén, ki csinálja azt, én egyébként, de mondjuk ti, hogy amikor már minden vesztésre áll, és már érzed, hogy nem tudsz nyerni, mert a Kapitaliban ott van elől, és megvette a Váci utcát, Activity-ben nagyon jó a csapat, és elől van, hogy véletlenül felállsz és felborítod a táblát. És azt mondod, és teljesen úristen, ez már mindenki magyaráz, de jaj, az! Leharagudj, a végső megoldás. Újra. Várjál, döntetlen. Aha. Nem tudjuk, hogy ki nem tudjuk, hogy hány mező, a korrekt az, ha újat játszunk. Nem lenne korrekt. Nem velem szemben nem korrekt, veletek szemben nem korrekt. Higgyetek-e, gyerekek, és mindenki megkajálja. Igen. Mindenki megkajálja, mert hirtelen senki nem tudja, hogy pontosan hol áll, de fél, hogy ugye őt tesszük leghátra, és azt mondja, jó, oké, legyen. Igen. Ha valaki nagyon elő volt, az kicsit reklamál, de a többiek, akik rosszul álltak, abban a pillanatban átállnak a te oldaladra, és azt mondják, hogy igaz, újjáték. Jó, felborult a tábla, újjáték. Okay. Te meg szánod, bánod, ne haragudjatok. Nem borítottam föl eddig 4000 táblát. Azt nézitek, hogy ennek még bármi lehet volna a vége. Gyerekek, ha nem borult föl eddig 4000 activity tábla, egy sem. A kutya fa... Hát basszus, nézd! Na, ó, csak ízére vartam menni. Hol álltunk? Na, újat, jó újat. Oké, újat, oké? És kezdődik előről minden. Egy ember megsértődik, az összes többen azt mondja, igazad van, jogos, persze, csináljuk.
tök jó. Ennek még bármi lehetett volna a vége, még akár kinyerhetett volna. Sajnos újra kell kezdeni. A muszáj gyerekek, ezek nincs ilyen, hogy a társasjátékban az ember. Persze, azt hiszik, hogy ez csak egy egyszerű társasjáték. Itt a családfő tekintélye, a barátok előtt, hogy ki a béna, nem lehet csak úgy, hogy hagyod nyerni a többieket. Ez az életre valóságról szól. Érted? Az életben is farkas törvények uralkodnak, gyakorlatilag itt trenírozhatja magát az ember, nem? Úgy a fáj, nem felborult a tábla. Hát nézd, mik vannak. Na, másik terrorizálás. Nagyon jó activityben, nagyon sokszor csináljuk, főleg idegen társasággal játszunk. Mutogatsz? Igen, mutogatok. Akkor miért beszélsz? És elkezdi, tudod? És elindul az aljaskodás. Nagyon jó. A volt párom, amikor vesztett a társasjátékban, felvonult az emeleti hálószobába, és órákon át duzzogott a sötétben. Felnőtt ember. Az unokám is tudta már, hagyni kell a papát nyerni, különben vége a jó hangulatú estének. Nagyon jó. Ez mennyire durva, Zsú küldte nekünk. Általában hárman szoktunk únózni, barátnőm, én és az unokatestvérem. Ha a barátnőm nyer, azzal semmi baj. De ha én vagy az unokatesom, akkor mekkora köcsögök vagyunk, hogy csalunk. Megsértődik, és bemegy aludni. Feri voltam. Nálunk le van osztva, hogy kikivel és mivel nem hajlandó játszani. A lányaim nem hajlandók römizni, a párom a Csudamesék című játékhoz nem ül le. A fiam szerint a Kubikúp hülyeség, mert abban csak ritkán nyer. Az Unóban a párom és az öcsém versenyt csinálnak abból, hogy melyik tud ügyesebben csalni. Ezt Roxy küldte nekünk. A legjobb, amikor a gyerek kitalál új szabályokat, hogy ő nyerjen. Apa, ami dobtál, az nem jó. Ez megvan? Igen, meg. Ez megvan egyébként? Igen. Hogy az nem jó. Az nem úgy kell. Apa. És te, mint jó szülő, igazad van. Ez csak annyit kell csinálni, hogy a játék szabályt el kell tüntetni. Nagyon gyorsan. Kicsomag érték játékos, onnantól kezdve, hogy 2-3 napon belül eltűnik a játékszabály, onnantól kezdve bármire hivatkozhatsz. Igen. Benne volt a játékszabályba, nem volt benne, de benne akkor volt. Akkor vegyük el. Nincs meg. Előre nincs meg. És megvan tényleg az, amikor 4 ember bújja a játékszabályt, hogy kinek van igaza? Uh-huh. Jó, na most! Most olvasd el! Jó, vegyük el! Jó, játék megáll! Ide van írva! Nem ez van ide írva. És ugyanazt a sort kétféleképpen értelmezitek, mindenki úgy, ahogy neki jó. Itt van! Hát itt van a szabály, de az nem úgy van, nem? Teljesen tipikus. 20 éve próbálunk apámmal nyomni egy közös römit. Nem lehet. Üvöltés, csapkodás, hisztiroham. Mindezt 66 évesen. De miért? Miért? De mi azok? Hát miért ez egy játék? Szeretik, komolyan veszik. Aha. És amikor valamire rosszul emlékeznek, van egy ilyen beragadt ilyen tévhit például, ha egy játékban 6-os dobsz, akkor még egyszer dobhatsz. Érted? És ez volt ilyen. Valahol volt ilyen. Valahol kincsébe talán. De mindenki így emlékszik. 6-os dobtál? Igen, akkor dobhatsz még egyszer. Nem, ebben a játékban nem. De igen. De nem, benne van a szabály, nincs benne a szabály. Hol a szabály? Nem tudom. Vedd elő. Igen. Apuson biliárdozás közben fél óra elteltével a lövésem után csak ennyit mond. Indulunk haza, és elmegy fizetni. Imádom, nagyon. Baráti egyetemista társaság 15 éve gazdák, hogy okosan játszik, mindenki a szerelméjel van egy csapatban, remek a hangulat, az egyik pár majdnem szakít, a fiú szerint a lány miatt vesztenek, írtó dühös, a végén külön mennek aludni. Egyébként tényleg ez is nagyon szép nálunk. Régebben volt ilyen, most már kevesebb, ugye mindenhol gyerek van, meg senki nem ér rá. Ezek a közös baráti társaságok, ahol fiú a lányjal van együtt, tehát az érkező párok együtt vannak. Hogy ott a családi konfliktus, az anyád egy hülye, a nem vagy jó szerető, a egy éve nem vagyok veled boldog. Hogy így ülsz és gyűlöllek, és tudd meg, megcsaltalak. De gyerekek, ez csak egy activity, nem kell borítani az egészet. És úgy ülsz ott, hogy vagy éppen te veszel össze a pároddal, vagy azt látod, hogy a 8 ember, akik ugye hát párban jöttek és 4 pár érkezett, abból 3 már biztos, hogy utálja egymást. Egy még kitart, de már ők se nagyon szólnak egymáshoz. Ez megvan? Nem, ez ők örülnek, mert ők nyertesek, igen. Tehát valószínűleg ők állnak elől. Igen, egy pár forrón csókolózik a nyertesek, három pár pedig gyilkolja egymást, és minden előjön, igen. Apámnak volt egy barátja, sakk közben rendszeresen visszacsempészte a bábúit a táblára. Az milyen sakkba visszacsempészni a bábút a táblára? Ugyanő, aki nevet a végében, leharapta a bábum fejét. Ezért ez nagyon jó. Belejátszanék egyet, ő nagyon jó arc. Azért dühös vagy, és leharapni a bábú fejét. Igen, 8 éves voltam, ezt Ati küldte nekünk. Az én nagyapám kártyázás közben, ha vesztésre áll, akkor azt kiabálja, gyilkos vagy szemétláda. Hagyja Isten. Kapitali, térdel rúgtam a vízilabdás haverom, mert nem adta el a Váci utcát. Mivel én nem vízilabdázom, ez utólag nagyon átgondolatlan cselekedet volt. Mondjuk nem eladni a Váci utcát, rohadékság. Tényleg. Hát, nem. Na de nyilván ő megszerezte, te se adnád el. Várj, ott Váci utca, Vörösmarty tér, ott azok már a drága környékek. Az a tábla a legvégén, az a csúcs. Az megvan, és arra elkezdesz építkezni, a legnagyobb király vagy.
nekem kísérni kellett a húgomat vécére, hogy addig ne lopj el a konyhabútort, a gazdálkodj okosanból. Hugi pisin, én meg ültem a kagyló mellett, hogy ne tudjon lopni. Hát igen. Jó van, akkor látom azért, hogy mindenhol, ez mindenhol megy. Ez mindenhol egy ilyen neuralgikus pont, ez a társasjáték. Figyelj, ez az életre nevel. A társasjátékozás az életre nevel. Az is csodálkozok rajta, hogy miért nincsen olyan társasjáték, mondjuk az a neve mondjuk, hogy élj meg, ha tudsz, és akkor ilyenek lennének benne, hogy fél évig nem fizettél járulékot, most ezért kétszer kimaradsz a dobásból, nav ellenőrzést kaptál, nem találtak valamit, rendben, menj vissza a kezdőpontra. Nem ilyenek, nem kellenek ilyenek. És mivel kapsz pluszt? Befizettél minden járulékot, nem maradt semmit a hóvégére, de bónuszpontként mit tudod. Igen, gyerekek, rengeteg SMS-re nagyon sokat nem tudok beolvasni. Az utolsó, a kedvencem. Hát ez gyönyörű. Nem szoktam csalni, de ez alól kivétel a torpedó. 20 éve nem kaptam ki. A kettes hajót nem teszem fel, csak ha már nyertem. Nem már! Igazi rohadt! De szép! A kettes hajót nem feltenni, gyönyörű. Nem? És akkor lövöldöző, nincs. Hogy eldugta? Hát nézd, itt volt. Hát ilyen béna vagy, és közben felpattintott. És ott van, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket. Morning Show. Egy nagyon helyes cikket találtunk, és ez arról szól, azt összesíti, hogy ugye a szállodai dolgozók szeretnek arról panaszkodni, hogy a vendégek bosszantják őket, milyen egy bosszantó vendég. Ezt már sokszor kibeszéltük mi is, ezt már sokszor átbeszéltük, de most egy weboldal egy csokorba szedte, és gyűjtötte azokat a retteneteket, amivel mi szállodába menők, nyaralni vágyók, szállodázók, szállodát igénybe vevők találkozhatunk. Mik azok a bosszantó dolgok, amivel, ha valaki ugye elmegy szállodába, szeretne egy wellness hétvégét eltölteni, vagy a párját elvinni, vagy a kis családjával szállodázni belföldön, külföldön, milyen idegesítő dolgokkal tud szállodában találkozni? Hát szerintem ezt 9-ig tudjuk sorolni. De hát van belőle bőven, főleg, hogy most voltunk ugye több mint egy hónapot szállodáztatok. Ott éltünk. Konkrétan másfél hónapon keresztül egy szállodai szobában laktunk. Egyébként egy nagyon jó szálloda volt, ezt megtapasztaltuk, szerencsénk volt. Nagyon jó szálloda volt, de nekem például heróton volt attól, hogy bejelentkeztél a wifire, amikor megérkeztél, csak mondom, a wifire. Na nézd, ahhoz, a függő. Nem vagyok függő, de ahhoz, hogy a családdal tartsd a kapcsolatot, ahhoz kell a wifi. Tehát, ahhoz kell egyébként. Én már Skype-on olvastam mesét a gyerekeknek esténként, és hogyha... Na. Kimentél a szállodából, megszakadt a wifi kapcsolat, visszaértél, és ahelyett, hogy automatikusan csatlakozott volna, mi történt? Loggoljál. Login, amit ugye megjegyzett a telefonod, tehát neked automatikusan csatlakozott volna, de a szálloda rendszere olyan volt, hogy ő mindig kérte újra. Mindig. Igen. Megnyitod a weboldalt, beloggolsz, azt mondja, jó, most már mehetsz. Igen. Hírek után, ha valaki, aki egy szálloda menedzsereként dolgozik, nyugodtan hívjon bennünket, hogy választ kapjunk egy-két kérdésre, és egy-két érthetetlen jelenségre, amivel ugye mi laikusok úgy találkozunk, hogy nem teljesen értjük. De biztos nyilván mindenféleképpen szükséges és jó. Tehát azt mondod, hogy téged a wifi. Tehát legyen ott wifi. Például, uh-huh. Igen, ha már van, ne legyen kötelező, de ha egy szálloda azt abszolút mondja, hogy nála kötelező. Van wifi, nem kell, mert beszélgessél, szeretkezél a pároddal is, egyebeket csinál, ne wifizzél. Ha így egyedül vagy távolban, akkor kell a wifi. Akkor szeretkezél magaddal. Is kell a wifi. Akkor magaddal, te wifi függő vagy. Hát figyelj! Ha már wifit mondasz, az, hogy kimész a szállodából, leloggolasz, szerintem oké, egy gombnyomásra beloggolsz. Én értem, ez idegesítő. De én rosszul vagyok azoktól a szállodáktól, amik egyébként horror pénzt kérnek el, hogy te ott lakjál egy éjszakára, és azt mondják, hogy wifizni csak és kizárólag mondjuk az aulában tudsz. Az nagyon gáz. Igen. Miért nem adják oda a wifit nekem a harmadik emeletre? Miért nem wifizhetek én a szobában? Kifizetsz egy éjszakára 40-50-60 ezer forintot. Most tényleg minden emeletre. Még betelepíteni egy olyat, hogy te nyugodtan wifizél a szobában, ők interneti rigyek, wifi rigyek, ez annyival megdobja egyébként a szálloda költségeit. Igen, mert az éjszakai portás nem tud akkor a sávszélesség miatt, mert te wifizel, én aztán ő nem tud. Igen. Na, de ezt adom, ezt adom. Wifi, jó. Mert neked fontos. Nagyon szerintem mindenkinek fontos a wifi. Uh-huh. Jó van, wifi van. A csomagodat nem teszed le, Balázs? Gyerekek, mert nála ez az első. Figyeljetek, én láttam 100 embert becsekkolni a magyar szállodában most, amikor a celebet forgattuk. 100 magyar becsekkoló embernek az volt az első kérdés, mi a wifi? Wifi. És mindenki remegett, és ha valakinek nem logolt be a telefonja, sorok álltak a recepción, hogy mindenki tudjon beszélni a recepciósra, hogy miért nem logol be a telefonod. Ennyi wifi függő embert én nem láttam.
Mindenki, hát gyerekek, mindenki wifi függő. Internet függő, úgy értem. Nem mindenki, de te igen, és ott kint meg azért kellett a wifi, mert nyilván távol vagy 6 hétig a szeretteidtől, akkor kell a kapcsolat. Plusz, hogy tud közölni a Facebookon, hogy most ott Afrikában meleg van, az egy nagyon fontos dolog. Én a melegvizet néztem meg először. Nem. Te elmondom, mit tisztél meg először, hogy hova tudod kiteregetni az oknyaidat. Egyiket ezt is. Tehát az első kérdéseked ez volt. Tudok-e teregetni? Hogy az oldókeret elbír-e. Na, én mondok fejből egy-kettőt, és aztán mondjátok, hogy adjátok, vagy nem adjátok. Én elég sokat szállodáztam, de szerintem mindenki ismerni fogja. Miért kell, ha véletlenül elfelejted kitenni a ne zavarjanak táblát, reggel 7 és 8 óra között megkérdezni például a szállodákban, hogy szeretnél-e tiszta törölközőt? Miért van arra szükség, hogy reggel 7 órakor neked bekopogjanak, hogy housekeeping, törölközőt kérjenek, bejöjjenek és felébresszenek, és amikor rájönnek arra, hogy te ott alszol a szobádban, akkor halkan becsukják az ajtót és elmennek. Na ez miért kell? Sok szállodai szoba van, és ahhoz, hogy tudjanak végezni, este 5-ig ahhoz korán kell elkezdeni. Teljesen jogos, tehát hogy ne az legyen, hogy valakit meg majd rohadtul idegesít az, hogy délután 4-kor kopognak be hozzá, hogy kellene ki tiszta törölköző, amikor neki reggel lett volna rá szüksége, mert hogy ugye végig kell menni az összes szállodai szobán. Én ezt értem, de azért mész egy szállodába, hogy pihenjél. Reggel 7 órakor kell azt a szobát kitakarítani? Reggel 7 órakor kell bekopogni, hogy housekeeping, bejönni és megnézni, hogy ott vagy. Nyilván ott vagy, hol lennél reggel 7 órakor, hát pihenni mentél, nem? Igen, nem így van? De legyen 300 darab takarítónő, mert 300 darab szobájuk van, és mindenhova 10-kor menjenek. Na? 1, 2, 3. 10 óra. Housekeeping. én ettől meg tudom, tudom, én vagyok a hülye, hogy nem teszem ki a ne zavarjanak táblát. Ha kiteszed, és úgy nem kopognak be. Aha. Tehát tedd ki, légy szíves legközelebb. Jó, benneteket ezt nem ez nem? Ezt nem adjátok? Én mosom, szállítom törölközőimet, úgyhogy nekem ez nem számít. Én ettől meg tudok őrülni. Aztán van más. Tudom, hogy mi az oka annak is. De mondjuk megérkezel reggel 9 órakor. És nem engednek. Neked van egy szobafoglalásod. És azt mondják, hogy délután 3-ig te nem mehetsz be a szobába. Mert még nincs kitakarítva. Az miért az én problémám? Hát, mert nem, a kedvenc szállodában mész, és az a kedvenc szobád, és még mindig nem tudták renoválni azóta, hogy legutóbb ott voltál. De nem így van? Én értem, hogy 11-kor tud kicsekkolni az előző vendég, de hát akkor oldják meg, hogy neked ne kelljen 3-ig ott várni. Jó, nem? Mondjuk, ha 11-kor csekkol ki, és te már 9-kor be akarsz költözni, azt ciki, de a 11-kor miután ő kicsekkolt, hogy én miért nem tehetem be a bőröndömet, délbe. Ezt adom. Ezt tehát adom. 11 órakor kötelező kicsekkolás van egy szállodában. Délben te megérkezel mondjuk, és azt mondja, hogy még délután 3-ig nincs kész a szobád. Hát ő 11-kor elvileg eljött. Tehát van egy órájuk megcsinálni a te szobádat. Mi igaz, hogy 300 ember ment el 11-kor, és megint van 300 szoba, amit meg kell csinálni, de ezt adom. Na. Például te odaérsz délben, letennéd a csomagodat, átvennéd a fürdőnadrágodat, és lemennél a wellnessbe, azt nem, tud meg, azt nem tud megcsinálni. Pedig te tudják, hogy 11 órakor jössz, mert jön a repülőd vagy valami, de azt mondják, hogy délután 3-ig nem tudsz bemenni. Ja. Holott tudnák, hogy ki az, aki kicsekkol, 11-kor azonnal kitakarítják, délbe be tudsz menni. Ezt például nem tudom megfejteni. Ettől meg tudok őrülni. Nektek mi? Mondjatok egyet. Figyeljetek, én mindig megnézem, hogy van egy sportolási lehetőség, látom mondjuk egy honlapon, hogy van kondicionáló terem. Na most többször előfordult az, hogy oda mentem, szépen lementem, fülig érő szájjal, és mit láttam? Volt bent egy szobabicikli, egy rugós expander, és 2 darab gömbölformájú, 20 kilós súlyzó alá Magyar Honvédség 1981. De legalább szép emlékeid voltak. Igen, végül legalábbis tudtam, igen, csak... legalább tudtam nosztalgiázni. Ez már szubjektív, mert neked több kell ahhoz, hogy sportoljál, valakinek elég. Tehát, hogy ez nem úgy értem, hanem nem exakt, hogy mint a reggeli 7 órai bekopogás, azt mindenkit kiborít. Hát neked kell kettlebell, kell egy fekvenyomópa. De mondjuk hát a hölgyeknek nem sok lehetőséget ad ez a sport. Tudod, a 2-20 kilós vassúlyzó, meg ahogy hívják, rugós expander. Na, de ott volt a futógép is, nem? Vagy ne, egy szobabicikli. Egy darab szobabicikli, ami, hogy hívják, jó esetben működött is. Volt olyan hely, ahova elmentünk, ez már jó pár évvel ezelőtt volt, de tényleg jó volt. Ott is kondicionálterem és medence. A medencét azt éppen felújították, a kondicionálterem pedig leégett. De ezt elfelejtették kiírni a honlapra. Mi meg már ugye ott voltunk. Tehát akkor már nem fordul vissza az ember. Menjél futni a szabad levegőre. Ja, ne állj át egy szobában. Így is van. Fegyencedzés. Én meg tudok attól őrülni, nekem gyerekek nagyon sok van, én 10-ig tudom mondani. Én meg tudok attól őrülni, hogy elmész egy szállodába 60 000 forint egy éjszaka. 50 000. Álljál be egy nyitott parkolóba,
ami semmiféle szolgáltatást nem ad neked, nem fedett, nem fűtött, nem mélygarázsról van szó, és fizessél még éjszakánként 4000 forintot. Ha vegyél rendes autót, és akkor indul hidegben is. Nem, pont ezt mondom, hogy beállsz egy olyan parkolóba, ami egy sorompóval választja el az utcát a parkolótól. Te beállsz a parkolóba, de azt mondom, hogy nem fedett a parkoló, nem fűtött. Teljesen igazad van. Parkolás éjszakánként 4000 forint. Ezt abszolút adom. Hogy ez mennyire pofátlan egy szállodában? Egy debreceni szállodában jártunk egyszer így, pontosan ugyanez volt a szituáció, iszonyú drága volt egyébként a szálloda, nagyon, egy ilyen nagyon fura volt, nagyon szűk, nagyon pici szobákkal, stb. És akkor még ráadásul fizettél a parkolóhelyért is, és nagyon-nagyon fura volt, nagyon bizarr volt. És úgy, egyébként úgy fizettél a parkolóért, hogyha adott esetben később értél oda, mert elmentetek a városba valahova, és már betelt a parkolóhely, akkor valahol bent akkor a nagy erdőben. De a már levonták. Uh-huh. Hát az már benne van, mi? Okos. Na, mi van a csatornákkal? De ezeket, azt hittem, ezeket fogod mondani. Egy fizetős csatorna, felnőtt tartalom. Ja, azt hittem, mi van a csatornákkal? Nem, gondolkozzatok, hogy mi az, ami idegesít szállodában. Tehát ott vannak például a csatornák. Te megint ott vagy 60 ezerért, érted? Neked pluszban ki kell fizetned. Az a baj, hogy nem vagyunk 60 ezerért sehol, de hogy egyébként 50 ezer, hát 40 ezer egy wellness szállodában, hát 15 ér is, de az az átlag. De mondjuk 15 ér se fér bele szerintem az, hogy van egy televízió készülék a szobádban, és egyedül azt tudod nézni, hogy szeretettel köszönjük, hogy nem találod meg a távirányítót, azért az arrébb tudod kapcsolni. Hát te mindig azt, nézd már anyjuk, megint ugyanaz a műsor, megy valaki, aki szállóra étte. Az nem, az a nulláson van, az a nulláson van a szálloda önpromója, és aztán tovább kapcsolod, az utána folytatódik. RTL, TV2, M1. Mindenért fizetned kell. Nálad a Duna TV jön be, maximum. Igen, csak az a durva, az a durva, hogyha belegondolsz, hogy gyakorlatilag meg tudsz vásárolni egy, mit tudom én, egy DVD-t 500-600 forintért is egy hiperben, ehhez képest 3000 forintot fizetsz egy teljesen átlagos, egyébként már 2 vagy 3 éves hollywoodi filmért, úgy, hogyha ott te meg szeretnéd nézni 20-szorra a szállodai szobában. Nem is beszélek. Hát arról nem is beszélek, mert hát, az felháborító. Hogy alapból nem jár egy felnőtt csatorna. Azt hogy nem lehet megcsinálni egyébként manapság, hogy amikor tényleg egy tányéros antenna kell hozzá, hogy legyen egyszerre, itt tudom, 70-80 csatornát, hogy elmész egy nagyon jó nevű és egyébként viszonylag drága wellness szállodába, és akkor azt látod, hogy 10 darab csatorna van, azt csókolom. Igen. Na mondom a következőt. Reggeli, igen? Ami benne van ugye az 50 ezer forintos szoba árában. Lemegyek, én nem szeretem reggel a hosszú kávét, ezt az amerikait, amit általában ők adnak, és azt mondom, hogy... Háromcsik a felét. Igen, köszönöm szépen, igen? Hogy én egy presszót szeretnék inni reggel. Felszámolják. Megőrülök, tudom, miért? Megőrülsz. Igen, mondom, és a hajat kihúlik. Meg az amcsi kávét. Ráadásul nekem férjem már bele egy kapucsino. Igen, vagy egy presszó kávét. Szeretem, szeretnék egy rendes presszót inni, vagy egy kapucsinót, vagy egy akármi. Megőrülsz, tudom. És nem az anyagiasság, hanem egyszerűen arról szól, hogy férjem már bele egy feketet, ha meg egy... Azt nem ittam meg, ami benne van, tetszik érteni? De még ha megiszod is, férjem bele. Akkor is férjem. Nyilván ez egy plusz bevétel. Szintén meg tudok tőle örülni. Reggel alszol, elfelejted kitenni a táblát. Nem rakod ki, vagy nem találod, mert egy csomó szállodában egyébként nincs ne zavarnának tába. Reggel 3-4-8-kor. Takarítás. Az még csak agyán. Kikovályogsz, álló cerkával, kis boxer alsóban, tudod, nekem egy micimackos. micimackos, foszforeszkáló kis boxer alsóban, nyitom az ajtót. Jó napot kell, csak azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e fogyasztás a minibárból? Anyádéra! Ja, vagy majd lemegyek, ezt megmondom. Ezt megkérdezti 3-4-8-kor. Nem ér rá 3-4-10-kor, hogy megittam ezt a rohadmányos őszilevet, vagy nem ittam meg? Nem ér rá egyébként délután 2-kor, amikor lent mulatod az időt kis családoddal valahol. Bejön a szobába és megnézi? Miért kell 3-4-8-kor fölébre? Nem? Hát meg ha majd elmegyek, nem őrülsz meg attól, hogy bekopognak 3-4-8-kor, hogy jöttek minibárt ellenőrizni. Gyere barátom, persze, még alszik a feleségem egy bugyiba, el van húzva a függöny. Kicsit még kise szellőztettük, térdelj be a hűtő elé, aztán nézd meg. Bótolja? Persze, bótolja. Meg hogy felírja. Aha. Áll egy ilyen zsúrkocsival, és akkor behordja neked 3-4-8-kor az őszintén. Ennél is volt fogyasztás a minibárból? Szóval igen. úgy érzem, hogy Rafaello elfogyott. De nem így van. Persze, nyilván ezek kellemes terhek, hiszen azért megy az ember a szállodába, hogy pihenjen. Tök jó lenne, ha tudna. De figyelj, aki annyit jár szállodában, mint te, miért nem visz magával, saját táblát? Hogy? Most bocs. Igen. Érted, legyen nálad egy tábla, valahonnan, akár én is nyúlok neked egyet. Valami. És akkor szépen kirakod a táblára, hogy hívják, hogy mit tudom én, fáradjon vissza később, vagy alszok, kérem, ne zavarjanak. Igen. Egy tök jó. Egy halálfejes tábla, egy Balázs arccal valami áthúzva. Igen, nagyon sok van. Következő. Vannak olyan helyek, ahol mondjuk megmondják, hogy 9:30-ig van reggeli. Mm.
Jó, és te 10-re akarsz, ezt tudom. Feri, nem, te azért mész egy szállodába, nem. hogy sokáig aludjál. Miért van 9 óráig reggel utána? Üresen áll az étterem egyébként déli 9-től, délután 1 óráig készülnek a reggeli az ebédre? Ebédet, igen. Ki, oda van írva 9 óra a reggeli, akkor te ne menjél 4-10-kor, mert az bárdolatlanság. Én érted? Úgy lemegyek 9:30-kor, és besurranok tudjuk. Még az árt ajtón, és könyörgöm egy parizere zsemlér, és a gyereket tolom előre, hogy mondd, hogy éhes vagy. Sírjál. De ha már... De nem így van? Nem, ezt nem adom. Hogyha benne van a szabály, ha te jelezd előző este, hogy jó napot kívánok, mi nagyon későn kelünk, lehet-e 9:30-kor reggelizni? Azt mondják, hogy igen, akkor reggelizje. De ha ki van írva, hogy 9 óra, akkor szerintem ne. Tehát ha kilen, akkor már Én nem megyek le nyilván 10 órakor, hogy jöttem reggelizni, mert zárva van, elpakolnak, tehát nem tudsz mit tenni. De miért ne egyél te 10 órakor reggelit? Mert 9-ig van. Jó, minden, nekem nagyon-nagyon sok van. Nektek még valami? Nagyon sok hallgatunk írja, hogy szállodában dolgozik, valakit visszahívunk, meghallgatjuk adás után az érveket, jó? Írjanak nekünk nyugodtan szállodai dolgozók, hogy a felvetett érvekre, kifogásokra mi az érv tulajdonképpen. A meghallgatjuk őket. Gyereksarok az mi? Találkoztál már? Gyereksarok, ami konkrétan tényleg egy sarok. Tehát, hogy ki van írva, hogy a gyerekbarátszálloda? Gyerekbarátszálloda és gyereksarokkal. És nem tudod, hogy fotózták, mert egyébként nem látszik, hogy mellé van tolva egyébként egy ilyen újságos bódé, egyébként mellé van tolva egy minibár, egyébként ott lehet kapni. Ott van a recepció is mögött, és akkor a gyerekek így hogy nem tudod, hogy fotózták le az egész, hogy mindez nem lógott be. És a szálloda igazgató gyerekeinek használt játékai vannak ott 2 darab. És mondod, hogy értem, de ez nem az, amire önök gondoltak, tehát hogy ez nem gyerekbarát, de hát az van. És akkor azzal eljátszogatnak egyébként. De a gyereksarok lehet, hogy csak arra szolgál, hogy a gyereket lehessen hozzá állítani, hogyha rosszalkodik, nem? Trükkös világítás a szobában, amit 3 nap alatt nem értesz meg soha, és a WC-be felkapcsolod, az olvasólámpa felkapcsolódik, az olvasólámpát lekapcsolod, felkapcsolódik a WC, és állsz hülyén, égnek áll a hajad, a feleséged ül, menjünk már le, és te kapcsolsz, nyomod. Ez itt villan, az ott villan, fölkapcsolom, mert olvasnál este 9 órakor, felnyomsz egy olvasólámpát, fölkapcsolódik a WC, átrohansz, lekapcsolod a WC-t, felkapcsolódik egy rohadt nagy állólámpa, annak nincs kapcsolója, lekapcsolod az állólámpát, az előszobavilágítás felkapcsolódik. Nekem ezt még soha nem sikerült megérteni. De ha a WC-ben felkapcsolod, akkor ráadásul elindul a ventilátor. Igen. Tehát nem tudsz tőle aludni. Azt szerintem, hogy azt valaki egyszer tényleg elmagyarázza, hogy ez kitalálta ki ezeket a szállodai komplex világításokat, nagyon nagy játék van abban is. Na jó, van, drága hallgatók, írjátok meg, hogy benneteket mi. Ha szállodáztok, nyaraltok a családdal, mi az, ami kiborít. Ugye a szállodai dolgozókat tudjuk, hogy mi idegesíti, most panaszkodjanak egy Balázs. Kicsit azok. Nem, keveset reklamálok. Panaszkodjanak azok, akik tudnak szállodába menni, illetve szállodában dolgozók is hívjanak bennünket. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:09 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy vendég oldalról, ugye milyen, amikor az ember elmegy egy hazai szállodába, ugye jönnek az ünnepek, sokan mennek nyáron gyerekkel, családdal, és ugye a szállodai dolgozók már egyszer elmondhatták, hogy őket milyen vendégek idegesítik. Mi most arról beszélgettünk, mert egy honlap is összeszedte, hogy bennünket, vendégeket, szállodázókat, akár esetenkénti szálloda látogatókat, ha úgy hozza a munkád, vagy egyszer elmész a családdal, mert megteheted, akkor milyen kellemetlenségek fogadják az embert. Ennek ellenére nyilván szállodázni jó, meg nem arról van szó, hogy itt az ember már nem tud mit kitalálni, és panaszkodik, közben pedig ugye ott van egy wellness szállodába, de mégis az ember gyarló, és ha elmegy, ahogy az SMS-ekből is kiderül, egy szállodába, akkor bizony vannak dolgok, amik idegesítik, kik a kábelcsatorna, a fizetőcsatorna létezése vagy nem létezése, kit a minibár, kutatása, akit pedig a gyereksarok. Ugye? Hát minden, mindenki gyarló. Vagy a reggeli kávém. Mit akartál mondani? Vagy a reggeli kávét? Hogy érdeklődve kérdezem, hogy mentek valahova hétvégén, sehova. Hogy kezdesz ki hátra? Igen, hogy... Most hívott fel az egyik szállod, és felajánlott, nagyon jó szállod, nem, semmi. Na, és itt van Győző, aki dolgozott szállodában, ráadásul a Mirigyet Győző. Hello Győző, jó reggelt! Hellóka, látod, ez is kiderül a múltamból. Figyelj, te mit csináltál szállodában? Képzeld, én recepción dolgoztam. Hát és közben ugye elvégeztem a szálloda vendéglátóipari főiskolát, ugye szállodaszakon, úgyhogy mondhatom, hogy szakértő vagyok a témának, bár azért 20 éve nem jártam ilyen környéken. Kivéve csak vendégként. Biztos nem véletlen, hogy nem ebből jössz. Egyébként röviden csak annyit az előzött elhangzottakhoz, hogy tulajdonképpen a Balázsnak mindenben igaza van, és én egyetértek vele, mondjuk mint vendég oldalról, ugyanakkor a legfontosabb dolgot nem tudjátok. Egy szálloda tervezésén és egy szálloda szoba
kialakításánál nem az a szempont, hogy te ott jól érezd magad. Tényleg? Az a lényeg, hogy megfelelően kellemes legyen ahhoz, hogy te ott tudjál aludni, de a lehető legtöbb időt olyan helyen törzs, ahol el tudod tölteni a pénzedet. Nyilvánvalóan, ha te jól érzed magad wifivel a szállodai szobádban, nem fogsz lemenni a bárba, meginni egy kávét. De jó, tehát hogy ez tudatos, és sok helyen azért nincs, hogy én mozduljak ki, menjek le a bárba, már ott ülök, wifizem, és igyak közben de... valamit. Aha. Nem szeretném szegény szállodásokat tönkretenni, ez egyértelmű a szálloda tervezését, tanultam. Tehát úgy kell kialakítani, hogy kellemes legyen a szoba, ugyan, tehát nem mondd, hogy bármi baja van, jó legyen, szuper, de ne akard ott tölteni az időd javarészét. Figyelj, nekem ez azért tetszik, mert pont ezért kértük a hallgatóinkat, hogy telefonáljon valaki, aki a másik oldalt elmondja nekünk, és nagyon jó, hogy hívtál, mert ilyenekre mi nem is gondolunk fogyasztóként, hogy ugyanúgy, mint Vegasban, a kaszinóban, mit tudom én, nem tudsz kimenni, meg nem tudod hány óra van, meg nincs természetes fény, a szálloda is tudatosan van felépítve, akár csak egy bevásárlóközpont, hogy menjél, illatot nyomnak, legyél éhes, vásárolja. Nyilvánvalóan akkor nem akkor ingyenes a parkolás a szállodánál, ha egyébként bárhol meg lehet állni a környékén. Természetesen a szálloda parkolója egyből fizetőssé válik, ha sehol nem lehet megállni a környéken. Ez de is szép, okos, ez is okos. Aha. Ez nem egy bonyolult dolog, ehhez még az sem van, hogy iskolát kellene végezni. Na jó, de hát pont az lenne a vonzerő számomra, aki látogató, hogy az utcán kell parkolódíjat fizetni, de nálunk ingyenes, tehát szívesebben mennék oda, érted? Én biztos vagyok benne, hogy van ilyen is, de akkor ott a szálloda árában valahol bele fog ez épülni. Tehát, hogy ez teljesen mindegy, de előbb-utóbb nyilvánvalóan, hogy te fogod megfizetni, hát, ez semmi baj nincs. Igen, de az nyílt kártya, tehát ott legalább akkor tudod, hogy igen, benne van a picit dalán drágább a szállodai szoba, de nem kell külön fizetni, mert az mindig ez a külön bosszúság, az nagyon idegesítő tud lenni, amikor kiderül, hogy na ezért is fizetni kell, azért is fizetni kell, amazért is fizetni kell. Ez már egyébként természetesen ilyen alapon választhat szállodát, tehát megnézed, hogy a parkolás ingyen van-e, vagy a wifi a szobában mindenhol ingyen van-e, és így választasz szállodát. Most már azért sokkal szélesebb a lehetőség természetesen. Jó, akkor nézzünk egy-két konkrétumot. Miért kell úgy bevetni az ágyat? Mi a trükkje, hogy fel kell tépned a lepedőt, és a lágy matracot letéped arról a rohadt keretről. Letéped a keretről, és két ember fekszik, aki éppen, mit tudom, egy pásztor órát akar eltölteni a kedvesért, és az történik, hogy mind a ketten gyertyaállásba, felfelé nyújtózkodó lábbal tépik föl a lepedőt, mert annyira berakja a szegény kis takarítónő, akinek nyilván ez a dolga, és nem érted. Tehát az esztétikumon kívül ez miért fontos, hogy úgy legyen beágyazva, hogy ne tud használni a lepedőt? Megmondom őszintén, mint felhasználó oldalról egyáltalán nem értem, másrészt a szegény takarítónőnek pontosan ki van az, hogy hogyan kell megvetnie az ágyat. Egyébként ezt a teljesen lefűzött, és én sem értem, sosem ezt pedig tépkedem szállodában, és meg vagyok tőle őrülve. De ezt külön tanítják nekik? Szerintem igen. Külön megvan minden szállodában a standard, hogy pontosan hogyan kell bevetni, és akkor ezt le is ellenőrzik elméletileg jobb szállodákban. De ők csomagolás technikát tanultak, vagy pedig ágyazás? Csomagolás technikát, minden először van egy csomagolás technikus, és az megmutatja a csomagolás technikát. És utána ezt le is ellenőrzik, hogy ez tökéletesen lett-e kivitelezve. Azt írta nekünk, itt komolyabb szállodákról beszélek, nem tudom, az útszéri motelről. Nyilván, azt írta nekünk valaki, hogy például a minibárt azért kell reggel 8 órakor csekkolni, hogy az olyan vendég, aki egyébként ezzel csal, lásd Jani, aki visszatölti a minibárt a Tescóból, ne tudja visszatölteni az őszi levet, és ezért reggel 8 órakor kell bekopogni, hogy volt-e fogyasztás a minibárból. Ezt is tanítják, hogy ez ennek van valami oka? Ez egy kicsit, ez már ilyen marhaság. Egyéb iránt ez csak szintén egy másik technikai dolog, amit szintén is nem tanultam. Elvétek a minibár az sosem egy nyereséges üzem. Inkább csak arra tökéletnek, hogy ne legyen veszteséges rohadtul. Tehát előbb mindig többet visznek el, és fogyasztanak meg, mint amennyi valójában számlázásra kerül. De természetesen, hogyha ez hülyeség, hogy 8-kor kell ellenőrizni, mert egyébként napközben ellenőrzik, hogy megitta, de természetesen az utazás napján, amikor odamész a kasszához, hogy fizetni szeretnél, akkor hidd el, hogy ugrasztják a megfelelő szemét, hogy nézzen be gyorsan a szobában, hogy hiányzik-e valami a minibárból. A minibár csak akkor veszteséges, ha az irigy-mirigy lakik a szállodában, mert kipusztítják az egészet. Bocsánat, a minibár nem veszteséges, akkor lesz nyereséges, az annak lesz veszteséges, aki fizeti. Igen, ez olyan nagy vonalú, amikor egy szálloda azt mondja, hogy ingyen van a minibár, nem tölti mindig vissza, de naponta egy töltés van, és azt mondjuk ingyen ihatod. Buknak egy őszilevet, egy almalevet, meg egy csokoládét, hát de mégis valahogy olyan szép az egész. Nem? Hát egyébként bőven elég, én is voltam ahogy szállodában, hogy mit tudom, legalább volt friss víz. És azt mindig utána töltötték. És az egyébként, hát igen, de én mondjuk a falatkozóra gondoltam, és az elfogadható, vagy tényleg legalább van egy üdítő. Ha 11 órakor kijön az illető a szobából, és te délben megérkezel, miért kell még 3 órát várnod, hogy becsekkoljál?
Na, nagyon szép, ilyen szépen megfogalmazott kérdések. Egyébként, hogy onnan megyünk, hogy reggel 8-kor, tehát reggel 8-kor az is marhaság, hogy fölébresztem meg egyébként, de ettől én is idegbeteg vagyok, ha kopognak 10 előtt, azt nem találom elfogadhatónak. Nyilvánvalóan, ha azt tudják, hogy mikor utazok el, tehát a 10 előtt, az még szeretnék, lehet, hogy akkor megyek le reggelizni, és igenis legyen 11-ig reggeli. Ugye? De ne, ugye? Ne, van ez mi az, hogy 9 óráig van a reggeli? Hát ki van írva, hogy 10-ig van reggeli? Azaz szintén pénzügyi okai vannak. Most gondold el, hány ember kell ugráltatni reggel 7-től, ha 11-ig van a reggeli, és arról nem beszélve, hogy azért a párizsi szélei óránként megtöndörödnek, tehát fordítgatni kell. Jó, de szép! Vagy körbevágni. Figyelj, de nem azt mondta, hogy cserélni kell a tálon, fordítgatni kell. Fordítani. Jaj, de szép! Fölpöndörödik a szél, akkor meg kell fordítani. De utána már mi van, mert az is fölpöndörödik, tehát 2 órás kifutása van, tehát túl nagy az intervallum. De most egy pillanatra komolyra fordítva, tényleg van ilyen nyelv, hogy fordítsa sajton, fordítsa felvágotton, kicsit tedd át az uborkát, tehát nyilván ezek kulisszatitkok, de hogy van ilyen? Hallottam már ilyenről. Jaj, de szép, de szép! Nézd, azért a vendéglátásban ugye sok minden van, nyilván erről ez egész napokat lehetne beszélgetni, de ez is hozzátartozik. Hát, tehát azért mondom, ennek is pénzügyi okai vannak, hogy szűkítik ezt az intervallumot, amikor reggelizni lehet, mind emberben, mind anyagban, stb. A reggel megmaradt dolgok estére bekerülnek a vacsorához? Hát talán ez egy kicsit jobb szállodában durva, én mindig mondom, hogy vannak vendéglátó egységek között, csillagban különbség, el tudom képzelni, hogy néha azért ügyesebben kezelik ezt a dolgot. És mondjuk abból fasíz lesz vacsorára, de ez azért máshol nem. A korlátozott wifi az csak akkor ez, hogy a minibár. Tehát, hogy menjek ki, vagy nem is a minibár, hogy menjek le a szobába. Ugye? Vagy a szobából mozdulja ki. Itt minden arra irányul, hogy lehetőleg ne törzsd az idődet a szobába. Hát ha mondjuk, ha wifi van a csak a halban, akkor nem mész. Nem fogsz ott ülni, kérsz már legalább egy vizet. Na jó, de azért megyünk összétek ki, aki megy el szállodába wifizni. Tehát, hogy csak azért, hogy wifi legyen. Hát azért mész oda, hogy pihenjél, hogy jól érezd magad, hogy olyan dolgokat csinálj, amiket otthon nem csinálhatsz. Wifizzek. De azt megint csak nem a szállodában csinálod. Tehát ezt most vegyük, hogy akinek ez problémája, az se a szobába csinálja. Tehát te azért mész a szállodában, hogy szépen aludjál, és menjél minél hamarabb onnan. De ez így nem ennyire nyilvánvalóan. Ha lehet, nem menj el, inkább náluk törzd el ezt az időt, vagy a pénzt, de semmiképpen se a szobába ücsörögben. Ami előkerült még a mai reggelen, az a fizetős tévés szolgáltatás. Hogy miért nem lehet 40 csatornát odaadni, ha már kifizetsz valamennyi pénzt? Értem, hogy ebből is pénzt keresnek, de miért nem nagy lelkű annyira egy szálloda? Ezt én sem tudom. Egyébként ennek így nem ismerem a hátterét, szerintem ez szintén megint csak összeg, biztos úgy kell fizetniük a csatorna mennyiség után, és ez sokkalják, és úgy érzik, hogy ott szintén ne a tévét nézegesd a szobában, biztos vagyok benne, hogy mindennek ez a hátsó mozgató rugója. Egyébként én is azt gondolom, hogy manapság azért már legyen tévé a szobában. A szállodákban mindig vannak ajándékboltok. Igen. Nagyon jól mennek. Igen. Ám. Ott miért nincs óvszer? Hát ezt nem tudom, lehet, hogy boltja válogatja. Én szállodában dolgoztam, én azt tanultam, hogy olyan nincs, hogy valami nincs. Tehát szerezd meg. Én még olyankor dolgoztam azért, most már 20 éves távlatban van, amikor nem volt éjjel-nappal nyitva semmi, maximum egy darab étterbe tudtam, hogy nyitva volt, de ha éhes volt a vendég, nem mondtam, hogy nincsen, szereztünk. Figyelj, neked recepciósként egyébként, ha jött a szálloda vendég, és azt mondta, hogy kell csaj, vagy kell 2 csaj, akkor azt te tudtad, taxi, nő, tehát ez nekem dolgozott a Wikihuga recepción, például a magyar szálloda, mert pontosan megvoltak a bejáratott vonalak, hívni kellett, tudta, intézte diszkréten. Tehát ez egy recepciós álláshoz egyébként hozzá tartozik. Kicsit konkrétabban futtattál csajokat? konkrétabban nem, mondjuk így, de tényleg, tehát ezzel így nem folytunk ebbe bele, hogy futatni. A vendég, ha hozott, akkor kifizettettük a plusz vendég felárat. Hát ez volt az összes. Igazi korrekt. Egy ágyat szobában hozott még egy főt, ott kérem szépen, ma este 2 fő volt, az engem nem érdekelt, hogy utána mind meg, hogy meg mennyi meg miért. Hát nézd az irigy-mirigy fellépéseit elnézve, gyakorlatilag én azt is el tudom képzelni, hogy te magad öltöztél benni. Hát, ez akkor még nem volt ennyire. Kérem szépen, hogy rendes tisztességes fiatalember voltam még régen. De elmúlt. Igen. Én csak a recepciót hagytam ott egy egész éjszakára, mert fellépés volt, nem tudtam már megoldani. De egyébként semmi. Van olyan trükk, amire nem kérdeztünk rá, és még eszedbe jutott? Mert nekem ez az menj ki a szobából és költs pénzt trükk, ez nagyon tetszik. Tehát az emberi nem is gondolja, hogy milyen tudatos átverés célja egyébként. Vagy... Én ezt nem nevezném átverésnek. Hát ez nyilvánvalóan a szállodának az marketing, érdeke. Semmiképpen sem. Meg egyébként azt mondhatnám, hogy a vendég, én úgy mondom, a vendég átverve nincsen. Természetesen van, hogy tudatosan. Tehát, hogy ez ilyesmi nincsen, minden azért, hogy a vendég jól érezze magát. Én is mindent elintéztem, természetesen azért, hogy én is jól járjak, de nem küldtem.
Aha, a szállodások elkapták. Hanem azért küldtem olyan helyre, hogy biztosan jól érezze magát, és nyilvánvalóan az nekem sem rossz. Tehát azt mondom, hogy alapvető cél semmiképpen sem a vendég megkárosítása, de nyilvánvalóan a cél ez egy gazdasági tevékenység, hogy jól érezze, vagy hogy a szálloda igazgató, illetve a vezető vagy a tulajdonosnak is meglegyen a bevétele. Persze, hát húzzunk le annyi bőrt, amennyit tudunk. Persze, nagyon jó. Győző, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Nem is tudtam, hogy te egykoron szállodáztál így, még a mirigy előtt. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Ciao. Szia Győző, köszönjük. Hello, hello. Milyen jókat mondott, nem? Nem tudtam, hogy ő szállodázott. És látod, hogy eszedbe se jutna ez a dolog például, hogy jó legyen a szobád, tetszen, de ne érezd benne nagyon jó magad, mert nem költesz. Gyere ki a szobádból, igen. Morning Show. Klasszefe. Tegnap éreztük a bejövő SMS-ekből, hogy fordítanunk kell egyet a témán, és megnézni azt, hogy milyen az, amikor furcsa, megmagyarázhatatlanul viselkedő szálloda vendégek mennek el szállodázni, mert hogy rengeteg SMS-t kaptunk szállodatulajdonosoktól, kereskedelmi igazgatóktól, értékesítési igazgatóktól, hogy higgyük el, hogy oké, hogy a vendég az persze érthető módon kifogásol néhány dolgot a szállodában, de higgyük el, hogy vannak nagyon furcsán viselkedő vendégek is, és már tegnap eldöntöttük, hogy mi kíváncsiak vagyunk a másik oldalra is, vagyis amikor is szálloda tulajdonosok, igazgatók, értékes igazgatók mondják el nekünk, hogy hogy viselkedik az általuk furcsának tartott vendég. Mert hogy azt viszont mi nem tudjuk, hogy hogy játsszák ki a minibárt, hogy mit csinálnak a medencében, hogy hogy viszik föl a szállodából ugye a reggelit a szobába, ha nem tudják fölvinni, hogy csempészik föl a táskájukba, és még egyéb dolgok. Hát hihetetlen érdekes SMS-eket kaptunk egyébként, hogy hogy viselkedik a nem túl jól nevelt vendég a szállodában. Aha, szóval akkor egy-egyre akarják hozni a meccset ezek. Igen. Tegnap pont egy Györgyi nevű hallgatónk, aki értékesítési igazgató, írt nekünk egy magyar wellness hotelben, hogy szívesen megszólalna és elmondaná a másik oldalt. Tehát írt egy példát, azt gondoltuk, hogy fel kell hívni, hogy mondja el nekünk. Milyen a furcsa vendég? Laikusként milyen lehet? Hangos, kicsit csalni próbál, kijátsza a minibárt, reklamál, nem? Csomagol. És furcsa kérései vannak azon a bizonyos telefonon keresztül, amivel te felhívhatod a recepciót. Csomagol magának, igen. Lemegyek a partra, fölmegyek a szobába, lehet, hogy később egy kicsit megéhezek, ne kelljen már leszaladni még egyszer. Viszont itt van ez a kis szatyor, ebbe bepakolok ezt, azt, amazt. Kifizettem, nem? Igen, ilyen lehet, legalábbis szerintünk laikusként, ugye mi nem dolgozunk értékesítési igazgatóként. Na, itt van Györgyi velünk, aki az egyik hotelnek az értékesítési igazgatója. Hello Györgyi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Jó reggelt! Direkt nem mondtam, hogy melyik hotel, nem is ez a fontos ebben a beszélgetésben. Jani tudja, volt már nálunk. Hoppá, és hogy csalta Jani? Igen. Évekig jártam oda. Hát akkor elő a farmával. Láttátok esetleg Jánost, ahogy Mónika táskája pakolja be a croissantokat, és reggel 10 órakor felcsempészi azt, hogy ne kelljen ebédelni, vagy megúszszák az ebédet? Nem, volt ilyen? Nem láttunk, nagyon rendes vendég volt. Rendes vendég volt. Na, de ezért vannak érdekes esetek nálunk. Erről ti egyébként teljesen nyugodtan beszélhettek, vagy ezt így elmondhatjátok, hogy miket csinálnak a vendégek? Nem szoktuk a vendégeket kibeszélni, de vannak érdekes történetek. Azt hiszem, hogy ha név nélkül sem megérzünk belőle, az azon csak jót derülhetünk mindannyian. Abszolút, persze, hát ezért hívtuk, mert ez érdekel minket is. Múlt héten ott volt a Kovács Lajos. 302-es szobában lakott. Mi a vendég legfontosabb ismérve, mondjuk a nem túl jó vendég, aki megpróbálja kijátszani a fizetős dolgokat, aki nem viselkedik kulturáltan, vagy furcsa kérései vannak mondjuk este 11 órakor a telefonon? Nem, nincs el rossz vendég. Aki minket választ, az mindegyik jó vendég, úgy gondolom. Tehát én nem is erről szeretnék beszélni, inkább az érdekes történetekről, hogy mik is történnek egy négy csillagos wellness szállodában a Magyarországon. Na mesélj akkor egy-kettőt, hogy mit csinálnak. Ami a mai napig emlegetünk, ez egy-két éve történt nálunk, amikor az apuka nem tudta már, hogy elaltatni a két kisgyerekét a szobába, megkereste a recepciós kollégát, és megkérte arra, hogyha ő letelefonál a 246-os szobából, akkor legyen kedves, úgy vegye fel a telefont a kollégánk, hogy itt a vérfarkas beszél. Ne! Mindezt azért, mert hogy otthon is csak úgy tudják a gyereket elaltatni, hogy a vérfarkassal ijesztegetik, hogy már ha nem alszatok el, akkor jön a vérfarkas. És ő leszólt előtte, hogy nem sokára csörgök, vegyétek fel úgy a telefon? Így van. Uh-huh. Azonban egy kis malőr történt a szerkezetben, ugyanis két kollégánk volt egyszer a recepción, és az a kollégánk, akivel ezt megbeszélte, ő elment vacsorázni, és elfelejtett szólni a másik kollégánknak, aki ott maradt a recepción. Telefonált a 246-os szobából az úr,
hogy jó napot kívánok, jó estét kívánok. Ott a vérfarkas beszél. Recepciós kolléga nézett körbe, hogy most mi történt, hol a kandi kamera. De nem, kérem, itt a recepció, XY vagyok. A vendég, ugye a vérfarkassal beszélek. Nem, kedves vendég, még mindig a recepció. Ez döbbenet. Velem beszél. És kolléga ugye nézett körbe, hogy hát most mégis mi történt, hát nem értette a szituációt. Azt mondja a vendég, hogy tudja, megbeszéltük, hogy a vérfarkasként fog bejelentkezni. Gondolta a kolléga, mit veszíthetek? Igen, itt a vérfarkas beszél, mondta. Elaludt a gyerek? Valószínűleg. Ugye, azt tudjuk, hogy hány éves gyerekeket riogattak azzal, hogy aludjanak el, mert jön a vérfarkas? Kicsike. Igen, hát én sem ezt választanám. Igen, de... tehát csodálkozik, hogy nem alszik el a gyereke. A vérfarkas. Igen. Elalszol gyermekem, vagy felhívom a vérfarkas neked a recepcióról. Ez nagyon kemény. Na, mik voltak még, vagy milyen érdekes vendégek vannak még? Hát amiről beszéltünk, ez a minibáros történet. Na, azt hogy próbálják kijátszani? Nem reggel 7:30-kor, ahogy te tegnap említetted, hanem délelőtt, ugye amikor kicsekkolnál a szobából, akkor leellenőrzik a minibárt, hogy fogyasztottál vagy nem. És ugye kinyitja a minibáros hűtőt a kollégina, benéz a hűtőszekrénybe, hogy minden rendben van, első ránézésre igen, kiemeli a sörös dobozt, és kicsit könnyűnek tűnik, mert hogy a dobozok alja ki van lyukasztva. Nem, hát komolyan, hogy egy 4 csillagos hotelben azért, hogy ne kelljen kifizetni a 600 forintos dobozosört, kiszúrja az alját? Hát igen. Atya Isten. És ugye hát, ha benéz a kollégina és nem emeli ki, akkor észre se veszi, csak látja, hogy megvan akkor minden. Sértetlen a fül, nincs föltépve a tetején. Egyébként most, hogy mondod, az ötlet tetszik, Janinak a szeme is felcsillant. Ja, ő mindig így csinálja. Én mindig visszatöltöm vízzel. Ugye olyan van, hogy kimennek mondjuk a közeli hiperbe és kicserélik? Mert ilyeneket is hallottunk már. Biztos van, de hát próbálunk olyan terméket tartani a minimárba, ami mondjuk máshol annyira nem kapható. Illetve most változtattunk egy olyan taktikán, hogy nem emeltük meg, hanem visszavettük ugyanarra az ára a termékeknek az árát, mint hogyha lemenne a büfébe, vagy a kávézónkba, vagy bárhol máshol a pulbárba fogyasztani, és csak kicsit ezzel ösztönözni arra, hogy miért? Fogyaszt. Miért nem adjátok a minibárt egyébként ingyen? Én nem gondolom, hogy a hotel ezen annyit keresne. Nyűg van vele, macera van vele, standolni kell, egy csomó mindent ellopnak, tehát nem jobb az érzete, hogy... Mert épp azért drágább az ára, mert hogy bele van az kalkulálva, hogy mondjuk egyet fizetnek, meg hármat elvizetnek. De, na jó, azért, de bocsánat... azért fizessek én, mert a Jani a mellettem lévő szobában ellopja a bantit. És aztán kimegy a tetyúba és visszatölti, és ezért velem fizettetitek meg, vagy a Ferivel, mert a Jani a nagy minibár visszatöltő. Hát hogy van ez? A visszatöltéssel egyébként még nektek anyagi káratok nincs, ugye? Tehát, hogy ott megmarad a termék, a visszatöltéssel nincs baj, azzal van baj, ha elviszik, vagy ellopják, és nem fizetik ki. Ugye? Hát igen. Mert igen, ha visszatöltöd, igen. Akkor áruban te ugyanott vagy, tehát ott nincs veszteséged, nincs nyereséged se, az igaz. De ezt kikérem magamnak, hogy én hogy fizetek néhány azért, hogy tolvaj miatt velük fizettetik meg egyébként. Tényleg. És nem jobb az üzenet annak, ha ezt mondjuk ingyen odaadja egy hotel, és azt mondja, hogy figyelj, nem töltjük vissza azonnal, naponta egyszer töltjük, de 2 őszilevet, egy csokit, meg mondjuk egy dobozos sört, így áll meg nálunk ingyen. De nem tudsz mindent belekalkulálni a szobába. Na most két... Nem tudod belekalkulálni azt, hogy most ingyen legyen a minibár, hogy ingyen legyen a törölköző és a fürdőköppeny, ami ugye nagyon tudva levő, hogy nagyon kedvelik a vendégek. És ha már azért 2 törölközővel és 2 fürdőköppenyben emlékkel elutaznak haza, akkor már ingyen voltak nálunk. Emlékkel. Jó, mondjuk a törölközőről én nem beszélek, mert a legnagyobb törölköző tolvaj vagyok. Hmm. Tehát képes vagyok törölköző kártyát ellopni a recepcióról úgy, hogy nem figyel az illető vagy a wellness részből, fölviszek plusz egyet, utána elrakom a törölközőt és kijátszom a törölköző kártyát. Tehát nekem gyűjteményem van a törölközőkből. Tehát a szörnyű dolog, hogy ilyet csinálnak emberek, de köszönjük azt. A Balázsnál a vendégek mindig is meg szokták kérdezni, hogy kit hívnak a családba, a Szilvánosznak és Spiritnek. Kiitt a Mr. Zavakaros, kiitt a Mr. Bükkfürdő, tudod? Igen, Mr. Sárvány. Figyelj csak, mennyibe kerül nálatok egy szoba, mondjuk 2 felnőtt, 1 gyerek részére? Egy éjszakára? Aha. Csak nem mondjunk hotelt, mert ez nem így kell, most már egy nagyon-nagyon piár. Mennyi? Mondjuk 7 köznap, 28 000 forint, 2 felnőtt, 2 gyereknek, hétvégén 30 000. Jani biztos nem volt nálatok. Ez ki van zárva. Figyelj! Ajándék voucher volt.
És azért lopják el szerinted, mert ingyen van? Vagy ott van a lehetőség, hogy vidd el a köntöst, és egyébként nem is kell neki, csak egyszerűen az, hogy nézd már, jó lesz az asszonynak, elrakom? Tehát mi a filozófiája, hogy elvisznek tényleg köntöst? Hát szerintem inkább az, hogy otthon szívesen hord egy négycsillagos szálloda köntöst. Aha. Volt olyan, hogy levágták a hajszárítót például? Ugye a sok helyen fiókba van, nem tudod elvinni. Hát olyan nem volt, de olyan, hogy a zuhanykart, és elvitték, olyan volt. Ezt most nem mondott komolyan. Tehát elmegy valaki, mit tudom, 40-50 ezerért egy éjszakára, két éjszakára, és ellopja a zuhanykart is. Igen, olyan volt. Atya Isten, de hallottunk olyat, hogy valaki egyszer egy tévét próbált ellopni egy szállodából, azért az is megdöbbentő. Hogy viszed ki? Olyannal még nem találkoztunk. Olyan, egy szaunás történetünk volt még, amikor ki vannak készítve a szauna elé, ilyen kis vödör, ugyan be a víz, jéggel, mellé a kis illóolajak, és akkor ugye ezt bele kell önteni tudva levő az illóolajat a vízbe, és azzal locsolni a követ a szaunába. Gondolta a vendég, hogy még jobb illat legyen a szaunába. Megfogta az illóolajos üveget, ugye, hogy volt, ráöntötte a kőre. Na, kedves vendégnek, úristen, begyulladt a márka szőre. Szerencsétlen ordítva kicsapta a szauna ajtót, ami ugye tudjuk, hogy jó edzett üveg, az apró darabokra tört, tehát olyan rendülettel jött ki ordítva. Ami apró darabokra tört, az olajon ugye, amit kiöntött, azon elcsúszott. Jézus. Szerencsétlen végig a ezen a törött üvege vérbe, majd fejjel megérkezett a jacuzziba. Mi csak arra lettünk figyelmesek, hogy hatalmas ordítás, és mindenki, és láttunk egy félig vér, félig éget. Mondjuk én ülök a jacuzziba, és kijön egy ember így a szaunából, és fejjel megérkezek a jacuzziba. Bravo! Tesó, bravo! Köszönöm! Minden megteszem azért, hogy itt érezze magát az ember. Ennyi pénzért ez így benne van. Gyerekek, és fejjel egy lángoló ember bemegy a jacuzziba. Én meg azt hittem, hogy a legnagyobb szám este a Kassa Tibi fellépés lesz. Hallod? De ne. Óriási vagy. Tapsoljuk meg. Zseniális vagy. Volt egy gyújtogató német hölgyetek is, ugye? Ha jól tudom, aki felment a szobába, igen, és rossz helyre tette a bőröndöt vele. Igen, mi történt? Nagyon sok olyan szobánk van, amik ilyen kis teakonyhával ellátottak. És felment a kedves német vendég a szobába, felrakta a bőröndjét, nem a bőröntartóra tette, hanem a kis konyhapultra, majd egy mozdulattal valahogy, ahogy ott pakolt, alágyújtott a kerámialapnak. Atya Isten! Hát nem gyulladt, nem égett a bőrönd, hanem elolvadt. Elolvadt, az összes ruhája is bent elolvadt, és ugye hát akkor szerencsétlen itt volt minden ruha nélkül, és reklamált nálunk, hogy nálunk a bőrönt. Van olyan egyébként, van olyan, hogy a vendég a hibás? Vagy egy szállodának az a policia, hogy gyerekek, nem, minden esetben mi vagyunk azok, akik ezt felvállaljuk, még ha elcsúszik, még ha ki is van írva, még ha oda is ég a szaunába vagy a bőrön, mindig mi vagyunk, és igenis ezt vállaljuk. Tehát mire van kiképezve a recepciós? Igazándiból a vendégnek mindig igaza van. Aha. Ugye ez a politika a vendéglátásban, mert hát ezért is vendéglátásnak hívjuk ezt a műfajt, vagy, és de hát azért vannak olyan esetek, amikor nincs igaza a vendégnek. De egyébként a legjobb a magyar vendég. Mi azt tartjuk, hogy a magyar vendég a legjobb vendég. Ő hálás azért, hogy itt lehet. Úgyhogy a magyar vendégekkel van a legkevesebb. De miért például valaki jön, mit tudom, Ausztriából, Németországból lekezelőbb, azt hiszi, hogy neki mindent lehet? Tehát, hogy a magyarok normálisabban viselkednek? Inkább a német vendégek, akik jobban, akik már kis listával jönnek, ami mondjuk pontok vannak, hogy ha ez nem stimmel, ezért ennyi kedvezményt kaphatok, ha az nem, akkor annyi kedvezményt kaphatok. Aha. Sőt, a vendég képes Németországból eljönni hőmérővel és mérni a medence hőfokát. Ezt nem mondott komolyan. Berakja a kis hőmérőjét, és ha nem adja a víz hőmérséket, akkor panaszkodik és kér mondjuk 20% kedvezményt. Naponta háromszor megméri, hogy stimmel-e a hőmérséklet a medencébe. Bizony. Azért szeretem ezt a beszélgetést, egyrészt, mert így fogom meginni a sört a minibárból, ahogy elmondtad, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Hát viszek magammal hőmérőt, és állandóan reklamálni fogom. Hány százalék kedvezmény, ha nem olyan a hőfok, mint amit írtok? De olyan a hőfok, menni figyelj. Jaj, de nálunk senki nem próbálkozzon. Jó, azért a sörös dobozokat most minden hotel tulajdonos, meg marketinges, mindenki nézze meg, mert a következő egy-két hétben ennyi kiszúrt kólás és sörös doboz nem lesz. Vagy nem volt, mint amennyi most lesz itt az elmúlt, vagy a következő egy-két hétben.
Hát nagyon szépen köszönjük. Érdekes ennek a másik oldala, ugye pont azért csináltuk, mert tegnap ugye a panaszkodó vendégekről beszéltünk, hogy mikor nem érzi az ember jól magát, vagy milyen kifogásokkal élhet, ha mondjuk elmegy szállodába, te pedig a másik oldalt mondtad el. Igen. Ugye, mint szállodában dolgozó, hogy azért furcsa vendégek is vannak. Györgyi, nagyon köszönjük. Jó munkát én nektek. Én is köszönöm a lehetőséget nektek, és sziasztok! Köszönjük! Hello! Na, kaptál tippeket? Igen. Azért az alukiszúrást esélyre ismerted, nem? Az nagyon menő. Azért az zseni. az már fifika. Vajon hallotta, vagy ő ezt kifejlesztette? Nem, ezt kifejlesztette. Állt a minibár előtt, és azt mondta, hogy hogy csináljam, hogy itt hagyok 40 ezeret, hogy ússzam meg ezt a... A magyar leleményesség világhírű. Nem jutna eszembe. Nem jutna, bármi már, de az, hogy alul kiszúrod, ez zseniális. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel.